Sziasztok! Kaptam néhány kommentet azzal kapcsolatosan, hogy kijött a Poppy Playtime Chapter 3, illetve a Popsi 3 is. Gyanítom, a Popsi egyébként ugyanúgy a Poppy szeretett volna lenni, csak egy kicsit megtrollkodta az autó korrekt a költőt. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen lett a harmadik fejezet. Viszont azt gyorsan el szeretném mondani, hogy ez egy horrorjáték, tehát aki ijedősebb, nem szereti az ilyen jellegű játékokat, az ezt a videót most ne nézze meg. És ugye ott hagytuk abba a második részt, ugye azokról is készült videó, hát ugye volt egy vonatütközésünk. Elméletileg innen fog folytatódni a játék. Na nézzük meg akkor, hogy mit is tartogat számunkra a Popsi 3. Viszont még mielőtt még belevágnánk ebbe a közel 2,5 órás kalandba, szeretném nektek azt elmondani, hogy hamarosan moziban megtekinthető lesz Dávidnak, azaz Zsidavnak a legújabb filmje, a Szerverzum. Nagyon sokat dolgozott rajta, ő is, illetve az animátorok is, és azt kell, hogy mondjam, hogy zseniális lett, tehát nem egy 30 perces kis YouTube videót fogtok látni a moziban, hanem egy igazán komoly 70 perces filmet, egy rendes történettel és nagyon jó videósokkal. A jegyek a mai naptól kaphatóak a rendezvényre, csak korlátozott számban, és egyelőre csak Budapesten lesz vetítés. Hogyha esetleg nagy lesz az érdeklődés, akkor lehetséges, hogy más vidéki városokba is el fogunk látogatni, de ha szeretnéd látni ezt a filmet, és nem szeretnél róla lemaradni, akkor mindenféleképpen csekkold már most a jegyeket. Erre a mozifilmre a jegyeket a jegy.hu rendszerén keresztül tudod megvásárolni, lent a leírásban fogsz hozzá találni linket, illetve egy rögzített kommentet is, hogyha arra rákattintasz, akkor láthatod, hogy többféle vetítés van, illetve többféle jegy típus. Gondoltunk azokra, akik a legnagyobb fanok, ők ugye legelőször nézhetik meg a filmet, egy nagyon menő VIP csomagot is összeállítottunk nektek, és természetesen gondoltunk azokra is, akik csak a filmre kíváncsiak, mert mondjuk már sokszor találkoztak velünk, úgyhogy nekik a harmadik vetítés ajánlott, aki pedig filmet is szeretne látni, illetve velünk is szeretne találkozni, és nem kíváncsi az extra programokra, nem kér plusz ajándékot, annak az extra jegyet tudom javasolni. Mindenféleképpen csekkoljátok, és találkozunk március 23-án Budapesten a Lurdi moziban. Szóval, ha programot tervezel március 23-ra, akkor az ez legyen. Meg fogjuk nézni az intrókat. Mi az idő? Playtime! Ez az, illetve ezeket igyekszem nektek lefordítgatni. Minden nap mosolyogj! Akkor is, hogyha rossz kedvű vagy, nem kell ugye húzni a szád. Minden nap csak mosolyogj! Ugye ez a Smiling Critters. Ez egy reklám, és egyébként továbbra is annyira imádom, hogy ez a 90-es évek rajzfilm stílusa van benne, meg reklám stílusa. Én ebben nőttem bele. Nagyon-nagyon ijesztő ez a szél. Ó, adjam meg! Nem tudok aludni. Minden rendben lesz, srácok, megígérem. Úgyis elmegy majd ez a szél, remélhetőleg. Amúgy ez a kutyus nagyon aranyos, de az unikorn is nagyon tetszik. Mindegyik amúgy cuki. Lecke ez a kutyusnak a házikó, és ő lesz Catnap? Aha. Valószínűleg ő lesz az. Úristen, és most mindegyiknek így áll a szája, mint Catnapnek. Kérlek, segíts nekünk elaludni. Kérlek, segíts, segíts. Alvás, alvás, alvás. A szájszaggal úgy látszik mindenkit megöl. Nem. Csak segít nekik elaludni. Úristen. Aha, Catnap szájszak a gyilkos. What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters. Aha, ez egy mese, amit ugyanez a cég adott ki. Sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one. Viszont ugye van ennek egy kulcsformája. Catnap. Ennek a mesének, illetve ezekhez is készítettek játékokat. Hogyha meghúzzuk a kis farkát, akkor nagyon-nagyon ártatlannak tűnik, de a szülők azt jelentették a gyerekekkel kapcsolatosan, hogy nagyon-nagyon gyakran rémálmaik vannak. Igen, és ugye magában a rémálmokban ezeket a macskákat látták a gyerekek. Folyamatosan nő ugye a cégnek az eladása ezzel a mesével, illetve az új játékokkal, de visszahívták Catnapet. Igen, de vajon ilyen könnyű lesz ezt az egészet eltüntetni? Egyetlen egy dolog biztos, hogy a gyerekek nincsenek biztonságban Catnap mellett. Húha, oké. Lehet, hogy kaptak egy aprócska kritikát a játék fejlesztői az angry szülőktől, mert tudom, hogy nagyon-nagyon sok szülő ki van akadva erre a játékra, hogy ugye rémálmokat látnak a gyerekek, illetve rémálmaik vannak a gyerekeknek, emiatt a Huggy Buggy plüss miatt, meg ilyesmi.
Továbbra is, attól, hogy ilyen játékos grafikája van egy játéknak, nem biztos, hogy az gyerekeknek készült. Illetve a videójátékokkal nem csak a gyerekek játszanak. Úgyhogy vannak olyan videójátékok, amik kifejezetten felnőttek számára készültek, na de akkor... Húha, amúgy jól néz ki a játék! Megérte rá másfél évet várni, azt kell, hogy mondjam. Határozottan megérte másfél évet várnunk erre. Egyébként nagyon durva belegondolni, hogy tényleg mennyi idő eltelt. Aj! Most nézem, hogy ez itt egy szemét összenyomó. Úgyhogy innen azért gyorsan el kellene mennünk. Valamibe bele kellene kapaszkodnom. Mász föl itt! Hogy tudok innen kimenni? Ne! Hát nem kapaszkodik meg! Összenyomtak. Aha, egyből egy ilyen stresszes szituációval indítunk. Régen volt már az a másfél évvel ezelőtti játék, szóval nekem is ebben még vissza kell itt rázódni, hogy most ez hogyan is volt. De az úgy, ezekkel a kezekkel meg lehetett fogni dolgokat. Lehet, hogy itt erre tudnék... lehet, hogy erre tudok kimenekülni. Jaj, de fura egyébként itt a mozgás meg minden. Nem tudok itt erre felugrani, vagy valami? Jaj. Remélem jó irányba jövök. Azokba már bele lehet kapaszkodni. Igen, ezek a sárgák voltak azok, amikbe így bele lehetett kapaszkodni. Viszont volt olyan is, hogyha jól rémlik, hogy így lehetett lengeni. Oké, jó, sikerült itt tovább jutnunk. Királyság! Na! Akkor innen vajon hogyan tovább nézzünk körbe? Szerintem egyébként ezeken kellene itt keresztül ugrálnunk. Így lehet, hogy ez már késő volt. Abból a szempontból én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen jó, hogy ezt vágott videóban tudjátok megnézni, hogy így legalább a bénázásokat nem kell újra néznetek, illetve hogyha valamit sokáig tart, mondjuk így kiötletelni, ilyesmi, akkor nektek se kell úgymond az unalmasabb részeket végignézni. Úgyhogy tényleg igyekszem így a legizgalmasabb részeket bevágni, hogy a sztorit is tudjátok követni, illetve ne kelljen 4-5 órás hosszú streameket végignéznetek, de egyébként nekem ugye az előző részek is így voltak. Na de akkor, na meg a csetre se tudnék úgy figyelni, vagy ha a csetre figyelnék, akkor a játékra nem tudnék, úgyhogy úgy voltam vele, hogy inkább így vágott videóban nézzük meg ezt a harmadik chaptert is. Ó, itt van valami kis játékfigura. Evel ki tudom nyitni az ajtókat. Egyébként kell is ez a kis tutoriál tényleg, mert hiába játszottunk az előzőekkel, nagyon-nagyon régen volt már. Na jó, itt mi van? Remélem nem Katnap szájszaga, mert azzal egyelőre nem szeretnék találkozni. Fúj, csótányok! Jaj, de undorítóak. Na jó, ez nem az én szobám lesz, úgy érzem, tudta, hogy itt errefele kell tovább menni, csak mondom, körbenézek, hát ha esetleg van itt valami. Ugye vannak itt ilyen VHS kazetták, meg mindenféle, amiket össze lehet gyűjtögetni. Abból is egy kicsit többet megtudhatunk a játékról. Remélem egyébként azokat is sikerül majd így mind-mind megtalálgatni, de lehet már most elhagytam néhányat. Ó, ez az! Kezdődik itt a parkör, itt legalább volt egy kis checkpoint. Jó. Rendesen félek, hogy sikerül-e! Itt is van egy. Amúgy nagyon érdekes az elképzelés tényleg, hogy egy gyárban ilyenek vannak. Miért lennének ilyenek egy gyárban? Jó, oké, ez egy játékgyár, szóval minden olyan játékos. De hát, hogyha a dolgozóknak itt kéne minden nap végigugrálniuk, nem hiszem, hogy sokan dolgoznának itt. Na, azért eléggé balesetveszélyes, valljuk be. Vagy lehet, hogy csak olyan gyorsan kellene ezt végigcsinálni, hogy... Ezt nem várjuk meg, amíg felemeli. Hát ez nagyon utolsó pillanatos volt, és... Az ott mi? Mami Longleget bedarálták. A pókasszonyt, mert én csak pókasszonynak hívtam. Az ott ki volt? Lehet kiszi-missi, nem? Az olyan ott elérem? Ha elérem, akkor megpróbáljuk ide húzni. Oké. Akkor viszont ezt úgy kell ide húzni magunkhoz, hogy egyből ugrunk is rá. Ígyni. Tökéletes! Jó! Itt legugolunk, és bemegyünk a szellőzőbe. Mert természetesen mindig a szellőzőbe kell ilyen játékoknál mennünk. Itt mindenféleképpen le kellett esnem. Hát úgy látszik, itt is van valami kis játékfigura. Jól megtapogatjuk. Kíváncsi vagyok egyébként, mennyire lesz ijesztő maga a játék, mert az az igazság, hogy ugye ott volt nekünk a bambam. Mert a másfél évre kiszolgáltak minket, vagy 5-6 résszel, de azért valljuk be, hogy a Poppy Playtime, ami úgymond az eredeti, az azért jóval ijesztőbb. Ha egy másik játékból ki tudtak hozni 5 fejezetet, akkor itt 5-ször nagyobbak az elvárásaim is. Na, itt van a VHS kazetta, amiről beszéltem. Betoljuk. Remélhetőleg vissza lett tekerve. Kérem, magyarázz el, mi történt, Miss Harper?
Mint minden este, a gyerekek éppen aludni akartak, nyugovóra tértek, minden nyugodt volt. Aztán kettnap egy piros füsttel jött, és csak sikoltozásokat hallottunk. Ah, kitágult a pupillájuk, és remegett a szájuk. Úgy éreztem, mintha a vére felfort volna a bőre alatt. Valami borzasztót láthatott. Nagyon-nagyon sajnálom. Tényleg nem szeretném, hogy... Miss Harper, mindent megcsinálunk, amit csak szeretne. Megígérem. De ez fontos lenne. Le tudná írni, hogy pontosan mit látod? Színtelenné vált. Éppen csak dobogott a szíve. És annyira vadul mozgott. Rugdosott. Szerettem volna hozzá beszélni, hogy mi van vele. Szeretném hallani a hangját. Ezt nem ajánljuk, Miss Harper. Mi ez a hang hátulról? Igen, a életjelei rendben vannak, úgyhogy tovább vizsgálják őt. Értse meg, hogy nekem ez nem elég. Csak hozzák haza a kislányomat. Valami hangot hallok amúgy. Valamit járkál. Szóval itt most egy orvossal beszélgetett egy aggódó anyuka. Ugye a catnap játékkal játszott a gyereke, és egy ilyen piros gőz, egy piros füst jelent meg, amit láthattunk is, ugye catnap szájszaga, és onnantól kezdve a gyerek az ilyen életveszélyes állapotba került, hát nem jó dolgokat mesélt, ugye felfort a vére, rugdosott össze-vissza, kitágultak a pupillái, egyből kórházba szállították. Ugye ezért is hívták vissza az összes catnap játékot, ami itt készült. Szóval kellene még valahonnan szereznem még egy battery-t, amit én nem igazából látok. Lehet, hogy itt lesz bent. Á, ott van bent, oké. Fúj, ez egy WC? Hát ez borzasztóan néz ki, nem tudok amúgy ide bemenni. Most már érdekel, hogy mi van itt a klotyóba. Benyúlnék oda, amúgy fúj. Nyissuk ki ezt az ajtót. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy mennyi ijesztés lesz benne. Buba-Buba-Fant, emlékszem rád. Igen? Ja jó, mert az elefánt soha nem felejt. Na az ilyenek miatt egyébként szerintem zseniális ez a játék. Hívnak telefonon? Hello? Ha itt majd az áramot kell szerintem elhoznunk. Na nézzük meg ezt a telefoncsörgést, hogy ez mit is tud. Zöld kezemmel fel tudtam venni az áramot, és akkor ezzel tudok neki adni. A színeket tényleg meg kell jegyezni, hogy ugye azok is jelentenek valamit. Vegyük föl! Hey, hallasz engem? Kicsit elvesztem. Nem szeretném, hogy meghallj, úgyhogy segítek neked. Milyen kedves, figyeld csak! Innen elküldte nekünk a battery-t. Milyen kedves! Ez a kisgyerek. Ki lehet ez a kisgyerek? Kicsit egyébként félek. Mármint, hogy valami baja esik, vagy ilyesmi. Nem szeretném, hogy baja essen szegénynek. Na jó. Wow, itt a... Ezt te csináltad? Valószínűleg itt talált meg téged catnap. Biztosan mérges vagy Poppyra, hogy nem engedett téged megszökni, de szüksége van rád. Nekünk is szükségünk van rád. Te vagy a mi missziónk. Együtt meg tudunk menteni egy csomó embert. Beleértve téged is? A Playcare ott van előtted. Az catnap otthona. Az egyik smiling critteré. Azt hiszem 8 volt régen belőlük. Most már csak ő van. A Playcare az ő temploma. És ott szokott vadászni. Siess gyorsan, majd még beszélünk. És a nevem pedig Oli. Örülök, hogy megismertelek. Na hát most akkor Olival beszélgettünk. Nem tudom, hogy ő kicsoda, egy kisgyereknek hangzott. De segíteni szeretne nekünk abban, hogy ugye sikeres legyen a missziónk, úgyhogy bízok benne, hogy sikerülni is fog. Nem akartam megfogni magát ott, bocsánat. Itt ilyen sövényeket gyártanak. Nagy üzemi sövénygyártás van. Na, de a szekúj szobába be tudok jönni. Úgyhogy nézzük, hogy mit csinálnak itt a biztonsági őrök. Lehet monitorozni, hogy mi történik a gyárban. De lehet, hogy már ezek a kamerák nem úgy működnek, mint régen.
Aha, oké. Szerintem azt úgy oda kellene vezetnünk. Mert így talán kap áramot, nem? Az lenne a lényeg, hogy ott az ajtó kapjon áramot. Na most ezzel mit csinál? Ó, várjál. El kell forgatni a QE-vel. És akkor most a sárga kézzel kellene ezt meglöknünk, ugye? Vagy ott azt a kezet. Ígyni. Jó. Kicsit lejjebb volt, és így fejjel tudtuk vinni. Az nem semmi. A Mami Longleg nagyon playtime limonádézik. Ez nem biztos, hogy a gyerekeknek készült ez a reklám. Kicsit olyan érzésem van. És most már akkor itt keresztül tudok menni? Oké. Gondolom eddig ez le volt zárva, nem próbálkoztunk meg erre eljönni, de ha tippelhetek, akkor az ott le volt zárva. Na, Elliot's Express. Nézd meg a világot egy gyerek szemén keresztül. Candy Cat Snacks. Kicking Chicken vagyok. Szeretnél bemenni és egy kicsit együtt lógni? Hát nem tudom, hogy szeretném-e. Mi történt ezzel a Hagibagival? Valakinek nagyon-nagyon nem tetszett, valami nagyon rosszat csinálhatott. Lehet egy mérges szülő tépte szét. Na de, ezt így ki tudjuk nyitni. És szerintem ezt is meg kell húznunk. És akkor most már itt majd keresztül tudunk menni. És itt vajon most mi fog velünk történni? Bízunk benne, hogy semmi rossz. Mi történt? Á, elindultunk, oké, ez egy csi felvonó, vagy valamilyen felvonó. A nevem Elliot Ludwig. Hogyha körbenézel a világban ma, mi az az egy dolog, amire szerinted jobban szüksége lenne mindenkinek? A pénz, sosincs belőle elég. Van, aki a pénzt mondta, van, aki azt, hogy megbízhat másokban. Valami egyszerűbbre lett volna egyébként szükségük ezeknek az embereknek. Egyik se tudott rendesen mosolyogni. Hát igen, a boldogság azért mindennél fontosabb. A mosoly, a remény, a mosoly a szeretet. A mosoly a megértés. És semmi sem jobb a lelkünknek, mint egy gyermeknek a mosolya. Ugyanis ez lobbantja be az összes reményt. Illetve az álmokat, és ezekkel az álmokkal és reményekkel tudunk egy jobb világot létrehozni. Igen, a gyerekek nélkül pedig ez az egész cég egy semmi. Úgyhogy a gyerekeknek muszáj mosolyogniuk. És szükségük van egy biztonságos otthonra is. Úgyhogy ezért is egy fantasztikus dolog az, hogy bejelenthetem, mint a Playtime Corporation elnöke, a Playcare-t. Ez tulajdonképpen egy gyermekmegőrző, nevezhetjük akár árvaháznak is. Mert hogy itt az a lényeg, hogy a gyerekek, akik itt vannak, azokra vigyáznak és jókedvűek legyenek. Úgyhogy remélhetőleg eléggé sok inspirációt, örömet és mosolyt fog hozni azoknak a gyerekeknek, akik belépnek az ajtón. Mi ad az életnek értelmet, hogyha nem a mosoly az? Szép gondolatok, csak közben meg itt a gyerekek nem biztos, hogy olyan nagy biztonságban vannak, szóval hát nem tudom. Nem tudom, hogy mit gondoljak erről az egészről. És megint valahol csörög a telefon. Megint én vagyok az Oli. Menőhely, mi? A gyerekek régen itt éltek. Most csak nézd rá. Látod azt a szobrot ott a középső szobába? Na, menj alá. Van egy nagyon menő szoba. És ott van az egész Playcare-nek az áramellátása. Oda tudom neked adni a kulcsot innen. Oli, te honnan látsz engem? És miért nem viszel inkább csak egyszerűen magaddal, ahogy menő ez a dínós lámpa, tetszik? Azért csak körbe kellene itt is nézni. Hát, ha esetleg itt is van valami, de lehet, hogy majd mindig ide vissza fogunk jönni. Playcare, Counselor's Office, Cool, Toy Store, Home Sweet Home, Playhouse. És itt vagyunk ugye most középen. Szóval igen, ahogy mondta, ugye itt egy orphanage, ami árvaház, a szülőtlen gyerekek laktak csak itt. Crafty Corn, ő nagyon szeret rajzolni, illetve betűket és szavakat írni a lapokra.
Crafticon vagyok. Tudsz nekem segíteni a festéssel? Kérlek, add oda a kéket. Itt meg lehet ismerni a többi szereplőt is. Hoppi, hopscotch. Szeretnél velem elugrálni a holdig? Hát alá! Milyen jól hangzik! Aztán itt van Piki Pigi, és ő arra hívja fel a figyelmet a gyerekek körében, hogy mindig úgy étkezzenek, hogy az kiegyensúlyozott legyen. Piki Pigi vagyok, együnk. És mi a kedvenc étele? Azt ki se lehet olvasni. Van valami titkos kedvenc étele. Dog Day! Na, akkor csak volt egy kutya köztük, csak jól mondtam. Én vagyok Dog Day, a napos, erőteljes vezetője a krittereknek. Mindenki benne hisz azért, hogy együtt küzdjenek. Bármi is van, őt nem állítja meg senki. És akkor itt van Bobby Berhag, aki egy nagyon kedves lélek, aki mindenkivel foglalkozik. Szereti az embereket, a helyeket, a dolgokat, legyen az kicsi vagy nagy. Bárki, aki fogadja az ő szeretetét. Jól van, na, azt mondja, hogy csak menjek le az izé alá, a szobor alá, de engem érdekelnek itt a szereplők is. Kikin Chicken. Ő pedig menő gyerek ebben a kis csapatban. Semmi sem állíthatja meg őt. Mi áll még előttünk, ő mindig csak ennyit kérdez, és akkor Buba Buba Fant. Ő pedig az volt, aki mindenkire emlékszik. Ő az okos, illetve az agy a csapatban. Hát nem tudom, hogy erre lesz-e szükségünk, hogy tudjuk, hogy melyik milyen. Most azért elolvassuk, hogy jobban megismerjük ezeket a szereplőket. Szerintem azért ez is eléggé fontos. Ide be is tudok jönni, oké? És akkor ez itt egy elzárt terület, tehát ide nem jöhetne be csak úgy bárki. Hú, de jól néz ki amúgy ez is. Ennek tudja, hogy kell majd áramot adnunk. Azt már most látom, ott a vezetékekkel, ugye így jelzi a játék, hogyha valaminek majd kell áram. Ezt meg lehet fogni. Ez micsoda? Ez is egy ilyen cső. Szóval megvan a kulcs. Aha, balra a kocsitól fogok megtalálni ott egy ajtót. Akkor visszamegyek itt föl, és akkor megnézzük a cable car-nál. Ott van balra az ajtó. Jó, akkor tudja, hogy erre gondolt. De oda hogy tudok menni? Nem olyan egyszerű ám ez, ahogy látom. Érdekes egyébként, hogy így a harmadik chapterre behoztak teljesen új figurákat, meg játékokat. Nem tudom, hogy mi lehetett itt a cél, ezek itt pókereznek, nem zavarjuk őket. Lehet, hogy ők is csak játékokat akarnak eladni ezzel a játékkal? Sose lehet tudni. Na most itt megint fog valami nekünk történni. Ó, ez amúgy nagyon cuki, ez nagyon-nagyon tetszik, egy kis méhecske, cica kutya, nem tudom amúgy eldönteni, hogy mi szeretne lenni. Ne felejtsd el a maszkodat, és figyelj arra, hogy hova lépsz. Na ez már jónak ígérkezik, itt tudja, hogy lesz valami. Üdvözöllek téged a gázkészítő zónában. Minden gáz, amit látsz, itt készítenek. Úgy hívják, hogy a vörös... smoke, vörös füst. Igen, balra kell, hogy menjen a vörös füst. Igen, valószínűleg ezeket őrzik, de biztos benne, hogy meg tudom csinálni. Hívlak majd, hogyha meg vagy. Szóval a jobb oldalról kellene a bal oldalra átvinnünk a vörös füstöt, és akkor ezt kellene valahogy így kilogikázni, ezt hogyan tudjuk megtenni. Ez például, hogyha jól látom, nem nyílik ki, de innen talán be tudunk oda nyúlni. Vagy nem? Nekem itt tökre olyan, mintha ki lenne ütve az ablak, de akkor úgy látszik, hogy nincsen kiütve az ablak. Ide is jön egy nagy piros gomb, de ez se kap itt áramot. Na most jön az, hogy ki kellene derítenünk, hogy vajon melyik szobával kell kezdeni. Szerintem ide kellene első körbe szereznünk egy energiacuccost. Egy akkumulátort, de kérdés, hogy azt vajon hol fogom megtalálni. Nincsen sehol se ilyen kapaszkodó, vagy bármi. Ó, itt van egy nyitott ajtó. Ugye balra erre, úgyhogy első körbe akkor itt nézek körül. Itt van az aksi. Úgyhogy ezzel már azt ott ki tudjuk nyitni, de mindjárt azért visszajövök ide, megnézzük, nehogy aztán valami itt maradjon. Ez a zöldbe megy, egy kéket is kell majd találnunk. Jó, itt ez most kinyílt, de mondom, meg akarom nézni, hogy abban a szobában mi van még, nehogy valamit elhagyjunk, ami esetleg fontos lehet még, aztán nem értem, hogy miért nem tudok tovább jutni. Mert itt azért ez egy eléggé nagy terem. Egyébként tök érdekes ez a gáz, hogy ez miért kellett, vajon? Úgy gondolták, hogy ettől jobb lesz a gyerekeknek, hogy lefújják őket gázzal? Vagy mi volt itt a cél? Amúgy tök para így belegondolni. De mondom, egy kicsit olyan érzésem, hogy valószínűleg a játékfejlesztők kapták az ívet a mérges szülőktől, és azért is csinálták most ezt a storyline-t, hogy
rémálmaik voltak a gyerekeknek, meg ilyesmi. Hát oda föl nem tudok menni, úgyhogy lehet, hogy akkor ez majd későbbre marad, hogy azt megnézzük, hogy ott mi van. Na jó, akkor viszont erre tovább, hát ha itt meg lesz a kék aksi. Aha, itt van egy VHS lejátszó, és itt van a zöld kazetta is. Ez mi a fene? Ó! Oké, szereztem egy lila kezet. Az egyébként akkor valószínűleg kelleni is fog nekünk, és hasznos is lesz. Csak így cserélgetem a kezeimet. De nézzük meg, hogy mit tartogat ez a kazetta, mit mondanak rajta. Greppek 2.0. Ez egy működő prototípus. Ja, akkor itt szerintem azt mutatják meg, hogy hogyan működik. Könnyű kezet cserélni. És van benne airjet. Ó, akkor tudok vele repülni? nem, hogyha magasról esek le, akkor nem esik bajom. De figyelni kell arra, hogy hova esek le. Oké. Mert nem minden talaj biztonságos, hogy földet érintsünk. Köszönjük szépen! Oké. Na, hát akkor arra kellene rájönni, hogy ez most itt nekünk hova kell. Ó, megjelent itt egy nagy lila mancs. Ezek így fel tudnak akkor dobni, vagy hát gondolom, akkor erre érkezhetek biztonságosan. Ó, de menő. Ez tetszik, ez tetszik. Most biztos egyébként, hogy ezt fogjuk agyon használni. Egyébként tök jó, hogy minden egyes részben bevezetnek ilyen új mechanikákat. Nem lesz tőle unalmas a játék. És akkor itt tudok majd följebb ugrálni. Jéééé! Neki sprintelek. Jó, sikerült, hogy fogok mindent én is. Amúgy ilyenkor nem látjátok, hogy elrugaszkodom, meg minden. Szóval beleélem magamat nagyon. Ne! Oké. Sikerült. És akkor most kellene nekem a másik kezem, hogy el tudjuk húzni azt. És ez vajon itt marad? Vagy ez elengedi magát? Jó, nem engedi el magát. Viszont valahogy nekem arra fel kellene jutnom, mert hogy ott nem igazából látok semmit, amit meg tudnék fogni. Ugye egy kézzel meg nem tudom magamat felhúzni. Ó, lehet, hogy abba kell... hogy lefele is tudtam húzni! Oké. És akkor innen kellene... oda átpattanni, de... Hogy? Lehet, hogy nem is oda kellene átugranom. Ekkorát nem tudok ugrani. És mondom, ott nem is olyan látok semmiöt, amiben bele tudnék kapaszkodni. Abba lehet, hogy bele tudok ott kapaszkodni. Hát, de szerintem az sem megoldás, hogy arra ugrok ott rá. Mert igazából lehet, hogy innen viszont... Jó, oké. Én így gondolkoztam, hogy vajon innen át tudok-e odaugrani, de aztán rájöttem, hogy amúgy erre nincs is szükség, hiszen ezt is tudom mozgatni. És akkor most kellene, szerintem itt az ajtó fölött átugranom? Oké. Király! Az ugrást ezt még meg kell szokni, hogy hogyan is működik. Na ezt, ahogy látom, egyelőre kinyitni nem tudjuk. Viszont ott tudja, hogy kell áramot hoznunk. Itt tudok innen oda ugrálgatni. És ez is kell majd nekünk, meg gondolom az is kell majd nekünk. Itt kell majd a sárga kéz, a lila kéz, úgy mindenféle kéz kell majd. Na, először is szerintem akkor menjünk oda át, és akkor nézzük meg, hogy itt vajon mit kell csinálni. Ez az exit, ez nincsen kinyitva. Itt is van egy ajtó, ezt se tudom kinyitni. Viszont innen kb. Mindent el lehet érni. Mondom, szerintem ez nem láva. Lehet, hogy ebből készül az a vörös gáz, nem? Amiről beszéltek. Onnan kellene nekünk áramot szednünk. Várjál, lehet, hogy innen oda be kell ugranom, de szerintem ekkorát amúgy nem tudok ugrani, vagy de? Aha, itt benyúlok. Nekem ezt innen kellene szerintem átküldenem mindenféleképpen. Úgy! Jó, oké. sikerült, és akkor kinyílt ott az az ajtó, és akkor az is. Hát gondolom, akkor itt már csak annyi lesz a feladat, hogy innen oda átvigyem az áramot. Akkor viszont ezt kellene oda vezetnünk. Nem, ezt nem tudom oda vezetni. Akkor ezt kellene ide vezetni, azt pedig oda. Jó, és akkor most ugyanaz lesz tulajdonképpen a feladat. Csak most először azt kell megfognunk ott a kézzel. Ígyni. Jó. Na, sikerült is. Az is kapott akkor áramot. És hát gondolom, akkor most már itt keresztül tudunk menni az ajtón. Jaj, nagyon féltem, hogy nem fog sikerülni. Most visszajutottunk. Akkor most a labornál voltunk, ugye ez volt az, ami eddig be volt nekünk zárva. Próbáltam itt benyúlkálni, de nem tudtam. De akkor ez a rész, ez megvan oldva. És akkor biztos lesz még itt egy csomó másik
ilyen kis logikai feladat. Ez a gomb ez továbbra sem működik. Nem ez a gomb lesz nekünk sajnos a megoldás. Sikerül ezt újraindítani? Ó, történik valami! 98 fok, 9,2 bar nyomás. Oké, átment a jobb oldaliból a középsőbe. A vörös gáz! De ez nem néz ki jónak. Konkrétan lekapcsolt az egész áramellátás. Megint hívnak minket? Olli, te vagy az? Mondd, hogy te vagy az. Jaj, ne, valaki kikapcsolta az áramot. Jó, küldtem neked egy másik kulcsot. Lent van a szobor alatt. Az otthonba kell menned. Ott tudod visszakapcsolni a generátort. Jó, home sweet home. Ú, de sötét lett itt, te jó ég. Szinte semmit nem lehet látni. De a póker az továbbra is megy, a póker meccs, az nem áll meg. Volt itt viszont valahol egy tábla, hogy mit hol találok. Az most amúgy nagy segítség lenne, hogy megtaláljam a home sweet home-ot. Szerintem ez egy iskola, úgyhogy ez nem az otthon édes otthon lesz. Az iskolától távol kell, hogy legyen az otthon édes otthon. Szerintem ez lesz az otthon. És nagyon bízok benne, hogy nem egy könyvtár. Na, aha, ez zárva van. Akkor lehet mégse ez lesz az otthon? Vagy csak nem kaptuk meg a kulcsot a kölyöktől. Aha, jó. Itt most jött valami. Home sweet home key. Jó, megvan akkor a kulcs, és akkor otthon kellene csak megtalálnunk. Szerintem ez lesz az otthon. Áh, és most ki is nyílt, jó. Akkor le kellett jönni oda a kulcsért. Na, mi újság van itt? Itt már lesznek szörnyek? Meg fognak engem ijeszteni? Úgy így az első egy óra, ami szerintem megvágva lesz nektek kb. Fél óra. Az egész nyugis ahhoz képest, hogy ugye azért ez egy ijesztőbb játék. Viszont tele van menő logikai feladatokkal. Új, itt a vörös gáz. A vörös füst. Amit beszippantottunk, úgyhogy gondolom így kerülünk mély álomba, ugye ez a fejezetnek a címe is. Vagy ezektől fogunk... ezektől lesznek rémálmaink, most jön akkor szerintem az ijesztő rész. Na nézzük itt lent mi van. Annyira egyébként nem otthon édes otthon. Nem esre jól ennyit lépcsőzni minden egyes reggel, amikor a suliba megyek. Így 12 évesen. Milyen hosszú ez a folyosó, mindenkinek van egy szobája. Nem a digitális cirkusznál. Nagy folyosó tele szobákkal. Gondolom, mit lakhatnak az árvák, vagy azok a gyerekek, akik itt vannak. Ez a rádióban jön, ugye? Jaj, de aranyos kislány. Vagy kisfiú, nem tudom. Ne is nemesítsük, majd ő eldönti, mi szeretne lenni. Aha, borzasztó híreket kaptunk reggel. Egy fiúnak a testét találták meg. Elliot Ludwig-nál. Igen, egyelőre arra várnak, hogy meg tudják mondani, hogy ki volt ez a gyermek. Fent találták meg nála egy zsákban. Micsoda? Hiányzott a csontváza meg a belső szervei. De még nem tudják, hogy mi okozta pontosan a halálát. Ez para, tehát hogy konkrétan a játékgyártó emberkénél találták ezt meg. Ő egyébként szerette a gyerekeket, szóval senki sem érte, hogy ez hogyan történhetett. És megpróbálják tisztázni a nevét. És maradjanak velünk a többi információért, tehát nem gondolják, hogy egyébként maga a játék készítő tette volna ezt a gyermekkel, csak nála találták meg ezt a testet. Tök jó! Ketenep már egy kicsit rohangált, mert mindenhol össze vannak karmalászva a falak. Szeretnék most már találkozni Ketenepel. Szerintem megint Oli hívhat minket. Valahol itt van a telefon, aha itt van. Jaj, de szomorú a kislány! Futnod kell! Ott van! Ne mozdulj egy tapottat se. De hol van Ketnep? Kír nekem szövegeket, de a hangokat nem hallom, szóval... Fogalmam sincs, hogy most mi történik. Szerintem mindenki kellene mennünk, nem? Mármint, hogy nem érzem magamat itt akkor a biztonságban. De ez olyan, mint egy labirintus, ez a hely. Alig találok ki innen. Most se tudom már, hogy onnan jöttem! Merre kell mennem? Mit kell... Ne! Úristen, dörömbölnek valahol! Ott meg két szemet látok, ami nagyon nem tetszik. Jövök inkább akkor a dörömbölés felé! Az a két szem az nagyon-nagyon nem tetszett. De várjál, itt most már nem tudok sem erre menni. Le lett zárva az út.
Muszáj vagyok arra felemenni. Ott van még az a két szem. Ez Hagi-Wagi? Ez nem is Catnap. Szerintem. Mi van ide írva? A bűnök üldöznek téged. Miféle bűnök? Semmi bűnt nem követtem el. Miért mondja, hogy engem üldöznek? Nem nálam találtak meg egy gyereket. Igen, ide is ugyanaz van írva, hogy a bűnök üldöznek téged. Valamit jobbra cicereg. Tudja, hogy megint arra kell jönni, ahonnan cicereg valami. Ah, itt az iroda, nézzétek csak. De én nem tudok bemenni. Akkor a kezemet se tudom használni, mármint a szuper kezeimet. Hova lettek? Miért nem tudom most azt használni? Ezernyi kérdés, amire nem kapok választ. Csak magamnak teszem fel ezeket. De tényleg, miért ilyen zsebretett kézzel rohangálok? Állj föl! Állj föl! Ugorjak? Miért mondja azt, hogy álljak fel? Amúgy tényleg nagyon gyanúsan viselkedik ez a játékgyártó emberke, hogy hazamegy, nap felkelte előtt már el is hagyja a házát. Úgy mozog, mint hogyha valami szörnyeteg lenne. Ó, az szerintem a kijárat. Legalábbis nagyon-nagyon remélem, hogy az a kijárat. Mik ezek a hangok? Kinyílt az ajtó nekem? Nem, ez nem a kijárat, ez egy szoba. Á, itt is van egy kazi, amit leülhetünk, megnézhetünk együtt, jéj! És itt ágyak vannak, csak simán jó. Na nézzük meg akkor ezt a kazettát. Ez egy Hagi-Wagi. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. Ugye ez az itt dolgozóknak szól, ez a kazetta. Egy új családot kapnak itt. Úgyhogy akik segítenek, támogatják egymást. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Ah, hát itt igazából arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyerekekkel foglalkozzanak, hogy együtt egy szebb jövőt tudjunk megalkotni. Now, every one of you has your part. Mindenkinek megvan a maga dolga a jövőben. Tomorrow, feeling unhappy for where you are or what you've done. Worry not, for your supervisor is here and happy to. Ne aggódjatok, hogyha rossz kedvetek van, a felügyelőtök itt lesz és majd segít. Should you come back? És vissza kell, hogy jöjjetek évekkel később. Your conscience finally getting the better of you. Újjaj! May you descend into the dark and the dust. Ez nem néz ki jónak, hogy így most rámegy a kamera a tévére. Each hungry for your return, each eager that they might find you. Ah, mindenki szeretné, hogy visszagyertek később évekkel. Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic. Watching and waiting patiently for their turn at a warm. Igen, azt mondja, hogy ez a kedves, barátságos arc arra vár, hogy melegen üdvözöljenek, amikor visszatérünk ezekkel a fogakkal. Ez a világ most már az övék. Üdvözöllek itthon. Ne. Ki jött? Tehát akkor lehet, hogy én is egy gyerek voltam még régen, aki itt töltötte a gyerekkorát? És vissza kellett, hogy jöjjek, mert erre kértek? Oly, na, hogy jövök ki? Hogy jövök ki innen? Valamit nem vettem észre? Most már tudom használni a szuperkezeimet? Mi a fene történt itt? Hát lehet, hogy akkor ez így kellett, hogy legyen. Hogy ez a holografikus Hagi-Wagi elkapjon minket. De erre tovább tudok jönni, viszont még mindig ebbe az ijesztő házba vagyok. És akkor itt tudom szerintem majd most visszakapcsolni az áramot, azért kaptam vissza a kezeimet, hogy akkor most jön a logikai része. Ennyit mondasz nekem, Mami Longleg? Hát jó, köszönöm szépen. Kicsit azért ennél többre számítottam. Innen jön az áram, onnan is jön az áram. Jó, akkor én innen leugrok. És akkor megnézzük, hogy itt mit lehet csinálni, mert gondolom mit kellene nekünk valamit csinálnunk. Azt nem lehet kinyitni. Itt van ez a piros gáz, az baj. Ó, várjál csak! Fel kell húzni a kis autót, te menő! Na jó, ez baromi jó volt, ez nagyon-nagyon tetszett. Ez ötletes volt. Viszont ez a piros gáz, ez tudja, hogy nem fog nekem jót tenni. Aha, meg is haltam. Szóval lehet, hogy nem kellene csak úgy belesétálnunk? Eddig egyébként egy másik helyre vitt, de akkor itt most ez halál. Egyébként láttam itt egy gázmaszkot. Ah, oké, levettem a gázmaszkot, és akkor most a gázmaszkkal már keresztül tudok menni.
És akkor itt mi van? Itt fel tudok olyan valahogy menni? Mert én ugratót nem nagyon látok. De kapaszkodó se, az az igazság. Itt meg nagyon tovább nem tudok jönni, szóval... Tudod, nem tudom még egyszer felhúzni ezt az autót. Nem nagyon akarja az igazságot. Ó, várjál! Ezt ide le tudom húzni. Legalábbis szerintem le kellene, hogy tudjam húzni. Aztán nem biztos! De várjál, de, ez kell nekem, mert szerintem ennek a segítségével oda fel tudnék ugrani. Csak ez ide beszorult. Talán most egy picit megmozdult. Gyere! Nope. Meg tudod csinálni? És ilyenkor mit tudok csinálni? Talán újra töltöm a játékot, akkor jó lesz. Remélem, hogy az utolsó checkpointtal ezt meg tudjuk oldani. Jó, innen kell újra csinálni, úgyhogy annyira azért nem gáz a szitu. Gázmaszk az nincsen nálam, szóval azt muszáj lesz majd megint fölvennünk. Ha itt vannak ezek a kockák, ott a gázmaszk. Azt már most össze is gyűjtöttük. Jó, jön akkor az autó. Azt elküldjük útjára. És akkor most kellene nekem szépen azt onnan leszedni. Úgyhogy ne akadjon be. Áh! Jó, ez kellett akkor. Ezt egyelőre ide elhúzom. Mert mondom, szinte biztos vagyok benne, hogy kell nekünk a többi is, mert ebből kell majd ott építkeznünk. Hú, nagyon féltem, hogy ez is be fog akadni, ne tudjátok meg, vagy 15 percen keresztül szenvedtem ott azzal a dobozzal. És ott van még egy ilyen kis picike kocka, nem tudom, hogy azt kell nekünk. De lehet, hogy azt már meg se tudjuk fogni. Van még esetleg itt másik nagy kocka? Nem látok, úgyhogy szerintem ez a kettő kell nekünk. Hé! Vedd fel a gázmaszkot! Miért kellett erre ennyit várnom? Mire rájött, hogy jaj, hogy van gázmaszkom, tényleg. Lehet érdemes lenne fölvenni. Na most meg én szorultam be ide? Na ne szórakozzunk. Nekem nem a smiling critter-ök miatt lesz rémálmom, hanem emiatt a kockák miatt. Magamra húztam és beszorultam. Nem, sikerült, jó. Na gyere, te kocka. Ha, szerintem ez ide kell nekünk. És akkor hozok még egyet. Remélem kettő elég lesz. Az a kicsi nem kell majd nekünk. Valahogy egymásra kellene ezeket rakni, nem? Csak hogy rakom én ezeket egymásra, mert a fejem fölé nem tudom emelni. Ó! Várjunk! Ott van egy ilyen dobbantó. Lehet akkor ez csak azért kellett, hogy innen eltakarítsuk a szemetet. Ezt eddig miért nem láttuk amúgy? Itt volt vajon? Vagy tényleg a dobozokkal tudtam én ezt itt eltakarítani? Ó! Oké. Na, följebb jutottunk egy ilyen mosószobába, hogyha jól látom. Az ajtót kinyitom. Szóval ott van egy lyuk a falon, én ezt megnézném, hogy itt mit láthatunk. Hát, ha esetleg van itt is valami kis izgalmas dolog, amiből többet megtudhatunk. De olyan sötét van, hogy nem hiszem egyébként, hogy itt lesz bármi is. Ez egy tükör? Nem, ez amúgy nem tükör. Be tudtak látni a gyerekek egymás szobáiba. Azért az mondjuk para. Túl sok magánszférájuk nem volt. Na, akkor visszajutottunk ide. Nem tudom, hogy mi változott, mert szerintem ide továbbra se tudunk bemenni. És ide se tudunk továbbra se bemenni. De valami tudja, hogy akkor itt kellett, hogy változzon. Várjál, csak lehet, hogy itt keresztül tudok menni, azt nézem most. Á, oké, ezt itt el kell húzni, és akkor itt tovább tudok menni, csak annyira sötét van. Bejutottunk ebbe a szobába, itt keresztül tudtunk jönni, és akkor ez az ajtó, ez kinyitható. Mi ez a hang? Ó, várjál, innen jön az áram. És most ki tudjuk nyitni ezt a nagy ajtót? Nem. Ezek a beszögelt ajtók, ezek tudja, hogy nem fognak nekünk kinyílni. De legalább most már új helyre jutottunk. Hát, ha itt találunk ebben a gyerekszobában valami izgalmasat, ami eljuttat minket egy újabb helyre. Ó, oké, ide kellett jönnünk, ez most már biztos. Itt van egy battery pack, és akkor kellene találnunk még egy battery packet. Lehet az itt lesz? Be tudok jönni most itt a gyerekek szobájába. De annyira nem barátságos ez a környezet. Ó, itt van Kissy Missy, hello! Meg lehet téged fogni? Ugye nem bántasz? Ő egyébként barátságos volt az előző részben is. Úgyhogy én tőle nem félek, ő olyan kis cukinak tűnik nekem. Viszont itt sincsen áramellátásunk. Úgyhogy ez se az, ami nekem kell sajnos. Ó, szerintem itt még viszont nem jártunk. Ha itt keresztül tudok menni. Aha, ide kell a kék kezem. És akkor most ki fog itt nekünk nyílni egy lift? Vagy csak egy sima ajtó? Viszont
Ahol ez az eltorlaszolt folyosónak a másik oldala. Itt van egy tévé. Illetve ide be tudnék rakni egy kazettát. Már csak ezt a kazettát kellene valahol megtalálnunk. 3 days later. Jó, arra nem számítottam, hogy egy ajtó alatt lesz. Akkor rakjuk be szerintem ezt a kazit. Nézzük meg, hogy ez a tévé mit mond nekünk, mit vettek rá. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Ugye itt most azt láthatjuk, hogy valaki a kórházban, akit megfigyelés alatt tartanak, mi történt vele? Mit csináltál a barátommal? Mit csinálsz az ágyon kívül? Hogyan jutottál egyáltalán ki? Kevin beteg? Miért vitték el? Igen, Kevin nagyon-nagyon beteg. Kevin! Nagyon-nagyon beteg! De szeretnénk, hogy jobban legyen. Úgyhogy el kellett őt vinnünk egy olyan helyre, ahol tudnak vele rendesen foglalkozni és tud pihenni. Szerinted jól lesz? Szerintem igen. Jók vagyunk abban, amit csinálunk. Úgyhogy szüksége van a pihenésre. Csak akarom, hogy tud. Viszont menj te is vissza az ágyba. Oké. Okay. Örülök, hogy megismertelek téged, Joseph. Biztosítalak abban, hogy a barátodnak semmi baja nem lesz. Amikor látod őt, akkor jobb állapotban lesz, mint valaha. Hát, nem hangzik egyébként ez annyira bíztatónak. Most egy csomó beteg gyerekről hallhatunk jelentéseket. És gondolom mindegyik megkapta ezt a catnap játékot, azért történhetett ez. És akkor innen kellene valahogy most tovább jutnunk. Mert hogy itt új ajtó az nem nyílt ki. Csak meg kell, hogy valahol keressük azt a másik aksit. De merre lehet vajon? Hát itt lent az összes szobát megnéztem már, szóval... Kicsit bajban vagyok, hogy merre lehetne menni, de lehet, hogy amúgy tökre rossz megoldáson gondolkozok. Ó! Ebbe bele lehetett kapaszkodni! Tudtam én, hogy nem véletlen van itt ez a lyuk, pedig már próbálkoztam is! Ez nem volt szerintem annyira egyértelmű, hogy ebbe itt bele lehet kapaszkodni, de remélhetőleg meg fogjuk találni azt az akkumulátort itt fönt, ami hiányzik, ugye a másikhoz. Viszont, haj, kisbaba ágyak! Oké, meg is van. Ez mi volt? Azt jelenti, hogy nagyon sokat kuricáltam itt, hogyha megtalálom a dolgokat, hogy mi hol van. Jó, oké. Most már talán így működni fog. 50% power. És akkor most itt sikerült valamit kinyitnunk, valami ajtót. Ezt az ajtót, és most végre fel tudok itt menni. Mondjuk lehet érdemes lett volna körbenézni ott a másik helyen is, de most már mindegy. Egyébként lehet, hogy ugyanoda fogunk kiukadni, elég sokszor volt azért már itt ilyen. Na jó, húzzuk akkor meg megint ezt az autót. Ez még mindig nagyon menő. Örülök is, hogy ezt többször belerakták a játékba. Mert ezt tényleg jól megcsinálták. Na és akkor mit sikerült itt betörnünk? Mi ez a hang? Valami fura hangot hallottam. Úgy alapjáraton ez tényleg egy tök barátságos hely lehetett. Ha csak így megnézzük a dekorokat, meg mindent. Azért szerintem bármelyik árva gyerek örülne, hogyha ilyen körülmények között élhetett volna, csak aztán valami itt félrecsúszott. Elég erőteljesen. Na de, itt is kell keresnünk szerintem egy kazettát. Megvan a kazetta. Nézzük akkor meg. Itt volt egyébként bent a szekrénybe. Na! Megint egy kisgyereket láthatunk. Ó, mindenki itt van. Persze, sose hagynák ki ezt az egészet. Ki ez Miss Brooks? Mondd meg! Samuel Lee-t választotta ki az orvos. Mielőtt elmenne, mondjunk Samnek egy utolsó búcsút. Velem együtt, 1, 2, 3. Viszlát, Sam! Megtapsolja mindenki. Gondolom, hogy az árvaházból elviszik. Szóval egy orvos választotta ki, ami nem biztos, hogy jó ebben az esetben. Ki tudja, hogy milyen beteg kísérleteket akarnak szegénnyel végezni. Soha sem lehet tudni. Ott van közben az a kis figura. Szerintem annak a hátából szedtük ki ugye a aksit. És akkor innen gondolom ennek kellene áramot adni, és akkor itt be tudok jönni. Na király! Jó, itt van akkor egy másik ilyen... Hát lakrész, vagy nem tudom, hogy hívjuk. Ott van egy áramforrás. Ez mi a fene volt?
És itt van még egy olyan figura. Hú, de para. Viszont annak is van egy ilyen áramcucca hátában. Azt el kellene hoznunk, azt az aksit. Akkor viszont... Szerintem onnan kell áramot adnunk oda. Remélem sikerül megfogni. Á, és ott most kinyílt egy ajtó, oké. Megyek, megyek, gyors! Ennél gyorsabbnak kell lennünk. Jó, de most már akkor legalább tudom, hogy mit kell csinálni. Szóval itt az áramunk. Itt ennek adok energiát. És most megpróbálok gyorsan itt átszaladni. És sikerült is. Jó, itt van még valahol az a, az a figura. Abba valahogy nem bízok, az még a talpán állt. Az még lehet elkezdünket egyszer kergetni. Na ez egy babaszoba. Ezt az ajtót ki tudom nyitni? Nem. Úgy látszik, itt most már minden elektromossággal működik. Nagyon lezárták itt szegény gyerekeket. Nem tudom, mi rosszat csinálhattak. Annak is akkor adunk elektromosságot, és akkor itt keresztül tudok menni. Királyság. És ott van! Jó! Ah, arra is van lefele egy ilyen ajtószerű cucc. Szia, a hátadat szeretném! Megoldható? Nem nagyon merek hozzá túl közel menni. Mi? Ez forog? Nem volt, mint hogyha elfordult volna. Le lehet zuhanni, de nem hiszem, hogy ez kell nekünk. Ez tényleg forog, ez követi azt, amerre megyek. Az úgy jó. Ha nem lát minket, akkor nem tud elfordulni. Hogy vegyem ki a hátából? Valahol tuti el lehet úgy lopakodni, hogy ne vegyen minket észre. Csak itt nem tudok keresztül menni. Amúgy tök para, hogy folyamatosan minket néz. Várjál csak. Hát, ha itt valahol vissza tudok jönni. Itt mik vannak? Ó, wow! Ez mi a fe... Ú, ezek kórházi ágyak. Szerintem itt lehet megvizsgálták a gyerekeket. Nem néz ki valami jónak. Itt is van egy ilyen szellőző rendszer, de én egyelőre ide nem szeretnék bejönni, mert félek, hogy ez elvezet minket valahova egészen máshova, és nekünk kell. Kell az az energiacella a hátából. Ez az, megvan! Jó! Oké! Na így már nyugodtabban azt mondom, hogy akkor menjünk be a szellőző rácson. Sikerült átjárnom az eszén. És nekem ez egyébként már bőven elég. Jó, itt még lejjebb. Remélem a másik szellőző rács is ugyanide hozott volna, mert ha nem, akkor nem igazából tudom, hogy mi maradhatott ki, de csak végig tudom játszani a játékot így is, úristen. Az azért ott para. Mit vétett az a kis nyúl? A hajde kell nekünk az energiacella. Mi volt ez a hang? Azt oda beraktuk. Innen tudok egy kis áramot csorni. És ez valahova kell. Á, ide! Jó, és akkor itt most föl tudok menni. De ez nem ugyanoda fog engem vinni, ahonnan jöttem? De ez ugyanoda hozott engem vissza? Jó, mindegy, mert igazából ugye a szellőzőn keresztül én vissza tudok menni. Most már tőle se félek annyira, hogy nem fordul felém. Sokkal vidámabb. Ha ide leesek, á, ez ugyanaz a szoba. Oké, megnézzük akkor, hát esetleg ezt tudom még máshova is vinni ezt az áramot. Onnan jöttem. De hová megyek? Ez itt a nagy kérdés. Lehet akkor fönt van a másik energiacella is? Ó, ide is lehetne hozni áramot. Kérdés, hogy vajon eddig kitart-e, hogyha innen elhozom? Mi ez a Minecraft ambient zene amúgy? Ez ilyen túl nyugis Minecraftos zene nekem. Gyerünk a nagy ajtóhoz! Jó, jó, jó! Aha, nem. Akkor viszont lehet, hogy ennél gyorsabbnak kell lenni. Oh, oké, jó! Akkor csak ez volt a megoldás. Oh! Ez mi a fene? Hát egy catnap kiugrott elénk. A kis elefánt meg onnan figyel. Jó, mit mond nekünk? Hagi-bagi. Távol tartja a szörnyeket egy kis ölelés. Na nézzük akkor az autó mit csinál. Ah, oh, ott a dobozokat fogja nekünk arrébb lökni. Királyság, na. Ez egy jó hír. Nem tudom, hogy mi történhetett itt, folyamatosan lógnak mindenhonnan ezek a figurák. És őszintén szóval nem valami bizalomgerjesztő, és itt lesz nekem az energiacellám, az energiaforrásom. Mondd, hogy itt lesz, kérlek. Jegyzetek azok vannak, azt látom, de lehet, hogy akkor nem is ez a szoba kellett nekünk? Á, itt erre is el lehet jönni, oké. Akkor gondolom igazából ide kellett jönni, csak valahol meg kellett, hogy álljon az az autó.
Nyilván faltól falig megy. Ez olyan, mint a Color or Die-ból a szörnyeteg. Nekem legalábbis egy picit hasonlít rá. Itt mi történt? Úristen, itt is ilyen gáz van. Viszont fel kellene, hogy vegyünk a maszkunkat. Jó, és... Itt a szellőzőből jön a gáz. Lehet, hogy erre kell jönni? Ezek a szellőzős részek egyébként még olyan parák. Jó, most visszajutottunk egy ilyen irodahelyiségbe. És itt van, amiért jöttem. Jaj, de jó, el se hiszem. Most hogy fogok vajon visszajutni? Ezek itt mi a fenék? Játékok még mindig? Mert nagyon parának néz ki, bármi is legyen az. De kell egy pracli. De pont az a kezem. Hát akkor fogjuk ezzel a kézzel. Jó. Itt vajon merre? Oké, szerintem ezt törtük szét, és akkor ide kell lesz visszahozni. Jaj, de jó! El se hiszem! Hú! Végre! Most akkor ki kellett, hogy nyíljon a nagy főajtó. És most már csak ezeket kell itt követni, és akkor megvan mind a két napocska. És akkor kinyílt ez az ajtó. Ugye itt volt az, ahol még leugrottunk, és nehezen tudtam húzigálni ezeket a dobozokat, amik valahogy mágikus módon visszakerültek. Hú, ez hosszú rész volt, ez hosszú rész volt. Na de akkor szerintem így ki fogunk jutni az otthonból. Vagy hát az lenne a logikus, hogyha kijutnánk itt most az otthonból. Na mi van még itt? Van itt egy ilyen pacsigép. Turret. Oké. Tehát be tudom állítani, hogy hova menjen a turret. Oda a kézhez kell nekem, hogy lépek ebből ki. Elvel. És akkor így olyan lesz, mint hogyha én nyomnám meg azt a gombot. Jó. És ez itt le fog csukódni, vagy nem? Remélem, hogy nem. És akkor itt is a turretteket kell használni. Bár hogy ez most nekem miért volt jó, az egy nagyon jó kérdés, de... Biztos rá fogunk majd erre is jönni. És akkor itt kellene megkeresni, hogy ezeket hova kellene elvezetni. Hol van itt olyan áramforrás? Valószínűleg itt fönt kell ezt valahol. Mert hogy itt tudja, hogy mind a kettőt kell majd használnunk. Ó, és ezt oda föl tudom húzni. Oké. De még mindig nem látom, hogy ezt hova kellene eljuttatnunk. Valahol ott fönt van egy. Vagy ugyanoda kellene ezt is eljuttatni. Ó, ott fönt van. Oké. Akkor ahhoz kellene ezt beállítanunk. Ezt a nagyon magasat. Úgy oda. És akkor itt kell nekünk ehhez a turret. Szerintem. Oda beállítom. Meghúzzuk. De ez így nem volt jó. Mert hogy azt valahogy ott följebb kellene állítani. Vagy... Ó! Újból meghúzom a kart, lemegy az ajtó, és akkor már itt keresztül tud lőni. Ó, így már értem, hogy az miért volt nekünk jó, mert nyitva tartotta az ajtót addig, ameddig kellett. De szerintem így már működnie kellene. Mindjárt megnézem, hogy az ott kap-e áramot. Hát szerintem kap! Bár lehet, hogy akkor annak ott ki kellene gyulladnia. Mindjárt megnézzük, hogy ez az ajtó kinyílik-e. Nem, ez zárva van. Akkor viszont valamit még mindig nem jó neki. Ezzel az ajtóval kellene valamit kezdenünk. Várjunk csak. Ezzel meg tudjuk akadályozni, hogy az ajtó felmenjen, amikor ez aktiválódik. És akkor szerintem azt kellene csinálni, hogy az egyik kezemmel fogom azt a cuccot ott. Csak szeretném megfogni. Innen is meg tudom fogni. Aha, jó. Ezt elhúzzuk. És akkor most ezt a kart meghúzzuk. És így végre kinyílik. Jó. Mert mind a kettőnek ugye áram alatt kell, hogy legyen. Hát ez nem volt egyébként annyira könnyen észrevehető. Jajaj. Mielőtt ez itt visszamegy. Inkább gyorsan bemenekültem. Na és akkor most megint egy új helyre keveredtünk. Valami gáz van, vagy gőz. Romos falak. Nem tudom, hogy hol lehetünk. Vagy hogy mi vár még itt ránk. De itt van egy gomb. Amit én előszeretettem megnyomok. Megnézzük, mi történik. Ez egy lift, hogyha jól látom. És visszavisz minket valahova föntre. Jó. Itt vagyunk a házba. Innen menekültünk, nem? Szerintem ebből a házból kezdtünk el menekülni Catnap elől. Visszajutottam ide! A rémálmaim helye! De tényleg! Hát ugyanoda jutottam vissza. Mondjuk eddig ez a zene nem szólt. De akkor nem kellett volna annyira sietnem, mert úgy látszik ez itt marad. Tök jó, hogy visszajutottam ide, de mit kellene akkor most itt csinálni? Mert az nem teljesen egyértelmű. Lehet, hogy akkor nem ebbe az irányba kell jönni? Hát akkor liftezünk még egyet!
Mert miért ne? Legalább ez működik. Ebben a játékgyárban. Na, első emelet mi van? Azért egy ember csak elbír a lift. Oké, hogy ilyen 6 főig, meg 8 főig szoktak ezek működni, de most ez miért nem megy? Mi van ezzel a lifttel? Na, végre megindult, jó? Már kezdtem aggódni, hogy nem indul el alattam a lift. Annyira azért mondom, még nem híztam meg, hogy ne induljon el egy lift alattam. Hát nézzünk akkor körbe, hogy itt mik vannak. De igen, ugyanúgy ide jutottunk ki. Ó, nem! Ez itt mi? Wait a minute, ez most nem ugyanaz a lift volt? Kétszer kellett itt körbe menni? Ez hogy? Szerintem ugyanazon a liften jöttem föl, mint az előbb, és akkor nem csinálta ezt a játék, de kijutottunk! Az otthon édes otthon... Bal! Most ez miért? No, no! Let go! Ne, hagyd őt! Nem csinált semmi rosszat! Azért van itt, hogy segítsen nekünk. Végre látjuk Poppyt is. Igen, emiatt egy kicsit ideges. Örülök, hogy Oli tudott neked segíteni, hogy ideig eljuss. És akkor nem bántottok innentől kezdve? Mi látszik, mindannyian megsebesültünk abban a vonatbalesetben. Olyan sok mindenem mentél keresztül. Meg kell, hogy magyarázzuk neked ezt az egészet. Gyere utánam, kiderül, hogy miről szól ez a játék. A kiszimiszi fenekét azért csak megfogjuk. Minden rendben lesz, minden rendben. Ó, és itt van a pipacs. Ja, Poppy az pipacsot jelent. Ó, wow! Liftbe? Na, ez már izgalmas. Nézzük, hova visznek minket. Na, hogy tényleg ez a rózsaszín kiszimiszi, ez annyira nem para szerintem. Figyelj, nem vagyok az ellenséged. Csak nem hagyhatom, hogy elmenj innen. Ami itt lent történik, nagyobb, mint mi. Szükségünk van rád. Szeretnénk bosszút állni azokon a szörnyeken, akik bántottak minket. Nem egyedül voltak. Minden a prototípushoz tér vissza. Igen. Legyek én az első, aki kijön innen? Vagy megnyomjam a gombot? Ó! Oh! Hú, ez milyen jól néz ki. Ó, átöleli, nézzünk milyen cuki. És itt lent történni fog valami, vagy csak visszakapcsoltuk az áramellátást, és ennyi. Ezzel ki is lehet kapcsolni? Nem jó, nem tudom kikapcsolni. Akkor ez ennyi volt, itt csak be kellett kapcsolni. Ha megpróbálsz innen elszökni, megölt téged a prototípus. Ezért volt, hogy ilyen sokáig be voltunk zárva. El se tudod képzelni, miket csinált. Hadd segítsek megölni őt. Hadd segítsek mindenkit megmenteni. Mindannyian láttuk, hogy milyen ügyes vagy. Megölted Huggy-t, megölted Mummy-t. Szabadon engedtél engem. Tökéletes vagy erre a melóra. Catnap jön. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Aha. Ollie will call you. Ollie hívni fog engem, és ugye nem is Catnaptől kell félnünk, de ő is egy őrzője ennek a prototípusnak, tehát ő nem egy jó oldalon áll. Jó, hát sikerült akkor legalább itt ezt visszakapcsolnunk. Ez jó hír, mert ugye azért jöttünk ide be a házba eredetileg, mert lekapcsolták az áramot. Oli hív minket, megint itt van. Mi látszik, Poppy elmondott neked mindent. És sikerült felkapcsolni a domnál megint az áramot. Úgyhogy innentől kezdve egyszerű a terv. Vissza kell mennünk a gázprodukciós zónába. Vissza kell mennem abba a házba, nem akarok. Jó, találni fogok itt egy nagy kábelt, amit be kell dugni itt a szobor alatti cuccba, de én nem akarok visszamenni a Home Sweet Home-ba, nem volt ez egy jó hely. Ez minden volt ez az otthon, csak nem édes. Elég időt töltöttem itt. Á, szerintem ez kell. Aha, ez lesz az a nagyon-nagyon hosszú kábel, amit mondott, és akkor ezt kell oda lentre vinnem.
Remélhetőleg ezt ki tudom nyitni, ezt az ajtót, nem? Nem? Keresztül kell itt húznom mindenen? Jó, remélem, akkor tényleg nagyon-nagyon hosszú ez a kábel. Elér a világ másik végéig. Ha ide kellett lehozni, jó. Még egy mentést is adott nekünk a játék, hogy biztos, ami biztos, ne legyünk bajba. És gondolom, akkor ezt ide kell bedugni. Oda. Fantasztikus, nézd csak! Emlékszel arra a generátorra, amit bekapcsoltál bent az otthonba? Ah, az csak ahhoz a házhoz tartozik. Minden egyes épületnek van egy ilyenje. Már fél úton vagyunk. Hova menjünk legközelebb? Mindenhol eléggé veszélyes mostanában. A játszóház leginkább az a legveszélyesebb. Úgyhogy a legjobb lenne, hogy hasuliba mennénk. Catnap általában azt a helyet nem piszkálja, nem szeret suliba járni. Küldöm a kulcsot. Jó, akkor itt lesz a kulcs. Megkaptuk a kulcsot, és akkor igazából, ugye most az lenne a feladat, ugye a Skydome megvan, a Home Sweet Home megvan, minden egyes épületnek van egy backup generátorja, ami ugye azért felelős, hogyha elmegy az áram, akkor az a hely tovább tudjon működni, és ezeket a generátorokat kell bekapcsolnunk, és bekötnünk a főrendszerbe, hogy áramot kapjon az egész hely. Tehát ezek ilyen vésztartalékok tulajdonképpen. És akkor most kell a sulihoz elmennünk. Okés. És azt, hogy a fél úton járunk, te jó ég, nagyon hosszúra csinálták amúgy ezt a játékot. Szerintem lesz, hogy 5-6 óra, mire én ezt kijátszom. De hát nem baj amúgy, mert tényleg másfél évet vártunk rá, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez a minimum, nem? Hogy akkor már egy hosszú jó játékot kapunk. És akkor elmentek ide, Catnap nem szokott jönni. És ez nem az iskola? Összekeverem a sulit egy másik helyjel? Mert a kulcsot azt megkaptuk, a school kit, igen, az nálam van. Ja, megnézzük, hogy akkor melyik épület az iskola, mert lehet, hogy összekeverem. Lehet, hogy ez itt a városháza. Ja, ez ilyen sulisnak néz ki. Ide tudunk akkor bejönni. Hú, vannak kis izék, naprendszer, bolygók, mindenféle. Itt vannak azok a figurák is, amiket már 1000 éve nem láttunk. De amúgy ők is a sorozat részei. Csak így valahogy mostanában nem voltak olyan fontosak, mert most a Catnapék a főszereplők. Jó, legyen nagyon gyors. Kapcsold be a generátort, és utána húzd be ugyanúgy a kábelt a középpontba. Nagyon óvatos legyen. Nem hiszem, hogy kapcsolatba tudok veled lépni a dóm azon oldalán. És nem leszel egyedül. Valaki még ott lesz. És nem az én, gondolom, barátaim. Jó, hát akkor iskola. Remek! Kicsit most ilyen fazmofóbia érzésem lett ettől a sulitól. Ott is hasonlóan szépek az iskolák. Miss Delight beszél. Mindenki maradjon a székében addig, ameddig nem csörgött a csengő. Rendben, Tanci néni. Ott maradok, megígérem. Na még hogyne. Ezt az áramot kellene valahova elvinnünk, de hova vajon? Á, ide kell majd hozni, jó? De azért körbenézünk mindenhol. Hát, ha esetleg itt is vannak valami izgalmas dolgok, itt azért lehet videókazetta, meg lejátszó. De jó, ez a kis játszósarok, mondjuk annyira nem barátságos, de... Valamikor ez egy barátságos kis játszósarok lehetett. Ilyen tipik általános iskolás, vagy preschool helyiség. Jó. Várjál csak, szerintem amúgy így még egyszerűbb lesz ezt. Na-na! Belépni tilos. Jó, hát én azért bejövök. Szeretnék itt megmenteni mindenkit. Gondolom ez ilyen tanári lehet, azért piros az ajtó, hogy ide a gyerekek ne jöjjenek be. De mi van itt? Mi van itt? Itt van Pagapillár. Azt hiszem az volt a neve a hernyó kutyának. Kifejezetten aranyos volt. Aha, ide is kellenek nekem ilyen energiacellák. Azokat kellene megtalálnunk. Ott fönt van is egy. Régen kellett használni az ugrós kezünket. Mi van vele? Hm? Tán elfelejtettük, hogy létezik? Ezt hogy fogom én itt kinyitni? Lehet, hogy ez is kell valami újfajta technika? Ah, onnan föntről fogok majd oda valahogy beesni, vagy lenyúlni. Oké, akkor ezt nem ebben a szobában fogom megszerezni. Ott is van egy szellőző. És már kezdek így ráérezni, hogy mit is akar a játék. Az mi a fele volt? Az engem kerget?
Mert nem nézett ki jónak. Mindig csak így elsétálnak ezek a szörnyek. Wait, I recognize. Várjál, felismerlek. Yes, igen, emlékszem. You used to work. Régen itt dolgoztál. How are you? Hogy vagy? Alive. Életben? Hm? Barb? Oh. Barb? Barb says you're looking for your coworkers. Barb azt mondja, hogy keresed a munkatársaidat. Catnapnak nem fog tetszeni, hogy itt vagy. El kellene hagynod ezt a helyet. A saját biztonságod érdekében, de jó! Itt pedig ezt valahogy ki kellene nyitnunk. Szerintem oda kellene menni, mert ott megint majd lesz egy kazettás rész. Egy kicsit többet megtudjunk a játékról. De itt akkor hogyan hozom el az áramot? Nem tudok valahol felhúzóckodni? De itt fel tudok húzóckodni, jó? Szerintem itt erre kellene jönnöm. Ó, várjál, lehet, hogy ezt ki lehet... Nem, nem lehet kinyitni, de itt keresztül tudok akkor most menni. És amikor ezekbe a csatornákba megyek, vagy szellőzőkbe, akkor mindig eszembe jut az a rész, tudjátok, amikor úgy menekülni kellett. Már ez megvan. És akkor itt is vissza tudok húzóckodni. Megnézzük, hogy itt erre fele mi van, de szerintem csak le tudunk pottyanni. Ez az a másik része lesz a szobának, amit már néztünk. És akkor ez így meg is van. Jó, egy áramforrás megvan. Viszont kell nekünk még egy. Az ajtó továbbra is zárva van. És ott a másik. Ó, ez egész gyorsan ment. Meg lett. Ez az ajtó kinyílik ez is. Viszont nekem ezt csak vissza kellene szerintem most oda vinni. Akkor gondolom azzal majd ott ki tudjuk nyitni az ajtót is. Vagy legalábbis ez kap egy kis áramot. És ez meddig fog vajon kitartani? Oké, idáig kitartott, úgyhogy akkor itt most keresztül is tudtunk jönni, és akkor itt kellene megkeresnünk a kazit. Mert a kazi jó, a kazi sok mindent elárul nekünk, és nem akarom speedrunolni a játékot, azt megteszi majd más helyettem. Na hát csak a szememet szúrta ki, hogy hol van a sárga videókazetta. De... Remélhetőleg fel tudom szedni. Jó, megvan. És akkor nézzük meg, hogy ezen a felvételen vajon mi látszódik. Remélem egyébként, hogy nem hagytunk ki egyet se. Jó lenne, ha az összeset megtalálnám. Hol vannak a gyerekek? Kérem, merre vannak a gyerekek? Ők... ugyanazon a helyen vannak, ahol az alkalmazottak? Nem. A gyerekek biztonságban vannak? Igen. Láthatom akkor őket? Nem. Ennyi lett volna. Ennyit mondott nekem. Lol, és kinevetik? Valószínűleg azért, mert tudta, hogy mindet megölném. Atya ég, ez a prototípus? Ez nagyon para! Ez ijesztő volt. Na jó. Ide kell akkor megint egy ilyen energiacellát találnunk, hoznunk. Imádom, hogy tényleg olyan hangom van, mintha valami ló lennék. Úgy vágtatok itt. Exit, de nekem nem a kiárat kell, csak egyre jobban, mélyebben be kell mennem majd az iskolába. Ez az igazi rémálom. Nem az, hogy Catnap izé a szájszagával elkábít. Ó, várjál csak, itt föl tudok jönni. Sose nézek a fejem fölé, pedig ebben a játékban ez fontos. Aj, nem tetszik. Olyan érdekes amúgy, hogy játszottunk már egy csomót. De most hát lassan 3 órája veszem fel ezt a videót. Akartam mondani, hogy olyan sok ijesztés, meg jumpscare, meg ilyesmi nem volt még. De lehet, hogy most jön például egy ilyen kergetőzős jelenet. Nem vagy olyan, mint a többi ember. De vajon a testük olyat is pont úgy fog hangzani, mint az övéké? Ki akarom ezt deríteni? Aha, ő kergetni akar minket, ez a Miss Delight. Viszont a zöld kezem kell. Lehet először ezt itt el kell húznunk, oké? Okay. Ez mégse volt annyira bezárva. És ide kell az áram, jó. Ezzel pedig akkor ki tudom nyitni itt az ajtót. Á, ez az a nő, akit láttunk. Miss Delight. És ő egy tanárnő volt. Akkor így meglátom, hogy gyors ment a játék, sose nyugodok meg, hogy... mi lesz ebből? De szerintem ezt a generátort kellene már csak visszakapcsolnunk. Aha, ez kék. És
hogyha ez ilyen áramos oszlop, ez ilyen áramos oszlop. Nem jó. Szerintem ez jön utánunk. Aha, jön utánunk. Merre kell mennem? Ah! Oh. Oké. Okay. Misty Light annyira nem volt kedves. Véget ért a pihenés. Keljek fel. Na ez hiányzott. Ez. Ezek az ijesztő jelenetek. Zene alapján szerintem még kerget engem, csak most ő se tudja, hogy én hol vagyok. Ja, lehet, hogy ezt most újból aktiválnom kellene, hogy elkezdődjön a jumpscare. Az áramellátásunk az továbbra sincsen meg. Ah, szerintem ahhoz, hogy az ott újból elkezdődjön, nekem itt ki kell azt hívni. Igen, így határozottan ilyen több, de csak erre tudok jönni, szóval... Menekülök akkor erre fele. De ez az ajtó meg zárva van. Hagyjál békén! Nem tetszel! Merre tudok itt elmenekülni? Arra nem tudok menni. Hol van? Oh, itt az energiacella. Ezt kellene a kocskod az ajtóhoz vinnem. Így ide! Jó. Még kerget vajon? Nem tudom, hogy ide be kell lejönnöm. Nem tudom, hogy itt most engem kerget-e. Mindegy, egy kis áramot azért hozok magammal, az mindig jól jöhet. Szerintem ide kelleni is fog. Most a kiárat felé tartunk. De kérdés, hogy vajon ki kell-e már innen jönnöm? Meglett-e nekünk az elegendő áram? Azért nem vették túl bonyolultra a formát. Nyilván eléggé stresszes az is, hogy kergetnek minket. WC-be nem kell bemennünk. Pedig azt mondták amúgy, csak hogy idézzem a kedves drága tanárnőt, hogyha kicsengettek, akkor elmehetek. Most akkor mégsem? Lehet innen is oda el kell vinnem az áramot? Ah, oké. De egyébként szerintem már leráztuk. Csak fogalmam sincs, hogy merre kellene mennem. Mert ezek itt még nem a kijáratok. De ez a zene, ez nagyon-nagyon stresszel, de jó ég. Innen nem tudok áramot hozni, tudod, hogy ide is kellene még... Ó, mennyi ízét kell még ide hozni? Jó, onnan tudok egy kicsit csorni. Kérdés, hogy ez olyan kitart-e addig? Hát mondjuk, ha ilyen bénán csinálom, akkor valószínűleg nem. De, oké, így is kitartott. De ide hogy szerezzek ennyien energiacellát? Hát megvan ez húzatva. Egy megvan. De a többi... Igazából az a fő ajtó, úgyhogy lehet, hogy az kellett volna első körbe. Hát most is belettem ide zárva. Várj, itt van egy ajtó. De ez nem nyílik ki. Ez az ajtó. Ez se nyílik ki. Hát akkor innen hogyan tovább? Lehet, hogy akkor ez inkább ide kell? Á, nem, de hülye vagyok. Úristen, jó. Itt majd cserélgetni kell, ide csak egy kellett. Jó van, nagyon okos vagyok, tudom. Nem kell mondani. Viszont itt a blokkádokat szerintem elvesszük, hogy ide bármikor vissza tudjak jönni, hogyha úgy van. Így már akkor kinyithatóak lesznek ezek az ajtók. Ezt oda berakjuk. Úgy ver most a szívem, olyan extázisba vagyok. Igen, itt valószínűleg annyi lesz csak a feladat, hogy ezt innen elhúzzuk, hogy ezt az ajtót se kelljen nekünk nyitva tartani, és akkor onnan már majd el tudjuk hozni a nagy ajtóhoz a dolgokat. Kiveszem. Ez az ajtó visszacsukódik, és nem tudnám onnan elhozni az áramot. Viszont ezzel a kettővel megkapja, és akkor még innen. Jó. Szóval jobb oldal, bal oldal, és utána tudunk menni egyenesen tovább. Ez izgalmas volt! Ez határozottan izgalmas volt ez a rész. De ez is továbbra is ilyen... Lezárt terület! Hát bocsánat, Tonci néni! Nem adom oda az albámat! Ez nem egy kedves Tonci néni volt. Note 6. Ezeket föl lehetett volna szedni? Hát jó, ebből amúgy szerintem találtunk egy csomót, csak nem szedegettük föl őket. Én meg csak a kazettákra figyeltem! A fenébe! Na! Mit mond nekünk a nyufi?
Wanna try hopping to the moon with me? Ugyanazt mondja, hogy elugrok-e vele a holdig. Hát most már nem vagyok ebben biztos, hogy szeretnék veled a holdig ugrálni, bocsika. Ó, ez kellett nekem. Van egy újabb kezünk, egy rózsaszín kezünk. Oh, ezzel lőni lehet, menj már! Ez menő. Jó, kell először is az, amivel messzire elérek. Mert ez kell lenni fog. Ide be is rakjuk. És akkor valahol itt szerintem majd kell nekünk ez a lövöldözős kéz. Wow! Mi ez a cseppkőbarlang? Vigyázni kell nagyon itt akkor cseppkövekre. Nem szabad hozzájuk érni, mert akkor megállnak a lövésbe, tudjátok. Szóval van itt egy narancssárga kazetta, úgyhogy ezt meg is nézzük. Ez a hülye lift. Semmi. Csak vigyük ezt a rakományt és menjünk innen. Ha valakit bemutatkozott nekik. Miért értem azt, hogy nem szereted ezt a helyet? Nem, sose tetszett az atmoszférája. Nem gondolod, hogy ezeknek a gyerekeknek kellene egy kis valódi napfény? Ahelyett, hogy csak festett égboltot látnak? Még csak nem is beszélhetünk a gyerekekkel. Bocsi, Stu. Bocsánat? Ezt egy gazdagtól nem szoktam meg. Na, próbálok nem mindig ilyen morcos lenni. A feleségem is azt mondja, hogy szerethető ember vagyok, csak néha elveszítem az uralmat. Csak kicsit más vagy, Rich. De ezt mindig is kedveltem benned. Tudod, lassan itt van a nyugdíjba vonulásom ideje. És annyira próbálják keresni azt, hogy ki fog helyettem itt melózni. Úgyhogy azon gondolkoztam, hogy odaadom neked ezt a helyet, ezt a címet, tényleg? De még nem szeretném bejelenteni. De szerintem a sok morgolódás alatt valaki, aki te vagy, alkalmas lenne erre a munkára. Úgyhogy azt mondom, hogy jó eséllyel megörökölhetem a munkát. Nem is tudom, hogy erre mit mondjak. Nem mindenki, Rich, nem mindenki. Rich örökölte ezt a fantasztikus munka lehetőséget a cégnél. Na itt most a pattanós kéz kell. Jó, ez munkaterület. Úgy baromi jól néz ki ez a hely, csak hogy kerültünk ide? Engem az érdekelne, hogy hogy kerültünk ide? És mikor kell a lövöldözős kezemet használni? Felkészültem. De viszont áramot kellene valahogy hoznunk. Mégpedig a zöld kézzel. De nem igazából látok sehol se áramellátást. Meg dobbantót se, amiről tovább tudnék itt ugrani. Gondoltam, hogy le fogok esni. Yay! Valahogy oda kellene szerintem fölmennünk. Annak lenne ott úgy értelme. Lehet, hogy valamit itt le kellene lőni. Ez egy flare! Most nézem csak, tehát ezzel nem kilövök valamit, hanem fényt adok magamnak. Így már látom, hogy merre kell menni, csak nem sikerült úgy mennem, de én meg azt hittem, hogy majd le tudok vele lőni szörnyeket, mennyivel észszerűbb és jobb lett volna, nem? Szóval azt nézem, hogy csak 5 lövedékem van. Ha csak 5 lövedékem van, tehát hogy ezt nem tudom azért a végtelenségig spamelni. Mármint addig, ameddig újra nem tölt, meg ameddig nem halok meg mindig. Nekem az ott szilárd talajnak tűnik, akkor nem... És ott volt a gond, hogy ott volt egy kis lyuk. Arra nem ugorhatok rá. Viszont jobban körbe kell ott néznünk, mert lehet, hogy valamire föl kellene így kapaszkodnunk. Na jó, nézzünk akkor most itt jobban körbe. Mit lehetne itt csinálni? Ide például majd kell nekünk energia, az biztos. De valamiért oda nem tudok ugrani. Csak lesz itt megoldás. Egyébként azt nézem, hogy... Wait a minute. Szerintem ezzel tudjuk aktiválni, és hogy ez kellett itt nekem. Jó, föl kell menni. Nem is ott magunk előtt kell világítani. Én meg már azt hittem, hogy ennyi lesz a megoldás, hogy ott kivilágított magam előtt, látom, hogy hol nincsen szakadék, de nem. Ennél azért egy fokkal talán bonyolultabb, de nem mondanám azért túlzottan bonyolultnak sem. Szóval gondolom ennek ugyanúgy kell egy kis idő. Jó. Félek amúgy attól, hogy nem tart ki az energia. Mert az
rendkívül szomorú lenne. Felhúztam magam oda. Jó. És itt is lett volna még... Ne! Szerintem ez lett volna az utolsó, hogy oda följussak. Hát ez szívás, akkor ezt itt időre kell megcsinálni. Sikerült! Jó! Hú! És most fog csak amúgy kikapcsolni. Úgyhogy relatíve azért ezt ügyesen megoldottuk, még így bénázással is. Itt volt egy checkpoint, úgyhogy innentől kezdve már nagy baj nem lehet. Áramot kell vezetnünk nagyon sokat! Nagyon sok helyre! Ezt már most lehet látni! Ezt a turretet szinte biztos, hogy úgy kell beállítanunk, hogy azt a praclitot megnyomja. Ha ezt meghúzunk, mindjárt megnézzük, mi történik. Ilyenkor jön az, hogy kicsit kísérletezünk, ha most kell oda átmennem a másik oldalra. Úgyhogy itt át kell ugrálgatni! Ne! Juhú! Jéj, ez az! Alig vártam, hogy itt meghalljak, és majd újra kezdhessem, és tudjátok, hogy megy ez? De legalább ez megmaradt? Praclira állítva? Enyhe nyelvtörő. Pedig onnan tudja, hogy oda kell mennünk. Nem, de... Onnan oda kellene átugranunk, úgyhogy... Ez egy megugorható dolog! Jó. És akkor ezt kellene most itt irányba raknunk. Ezt meg is tudom húzni szerencsére, hogy lássuk azért, hogy mi a helyzet. Ez oda kellene, hogy menjem. Csak feljebb kellene állítani. Sőt, nem, várja, ennek... Lehet, hogy ide kellene jönnie? Lehet ez az utolsó? Ha ennek ide kell jönnie, visszajövök ide a kezdőre. És mi van akkor, hogyha ezt nem arra visszük, hanem arra? Mert én annyira itt a szemben lévőre koncentráltam, hogy egyébként lehet, hogy nekem inkább csak úgy oda kellene elvinnem ezt. És akkor, hogyha most ezt meghúzzuk... Keresztül megy! Kinyílik? Jó? Jó! Oké, most már csak át kell mennem a másik oldalra, de ez fogja nekünk akkor a liftet üzemeltetni. Ami ott van. Viszont ez a lift, ez elment, úgyhogy most deaktiváljuk. És akkor megpróbáljuk ezt most újból úgyni, és akkor ide tudok jönni addig a lifthez. Igen, egyből arra gondoltam, hogy ide akarom elvezetni, de végül is megoldottam a feladványt, csak rossz irányba indítottam meg az elsőt. Jó, okés. Hú, ezek itt bármikor leszakadhatnak, nagyon úgy néznek ki. Sőt, itt most meg is torpant a játék egy pillanatra, úgyhogy lehet, hogy itt valami le is fog szakadni. Jól kellene ugrálnunk. Tudja, hogy itt is lesz valami kergetőzős jelenet. Oda olyan át kell mennem, vagy nem? Azért megpróbálok óvatos lenni. De ez a zene, ez nem nyugtat meg. Na nézzük, mi van, hogyha itt keresztül megyünk. Tehát még mindig ez a bányász terület, vagy nem tudom, hogy hogy hívjuk, de... Csak olyan, mintha valami random Roblox hobbiba lennék már megint. Szia! Ugye nem bántasz? De ez bánt! A kis malac! Jó! Ez annyira nem volt ijesztő, ez cuki volt inkább, azt kell, hogy mondjam. Hát meghaltunk, de azért nem tojtam össze magamat. Ha jön, akkor ezt valószínűleg itt időre kellene itt valamit megcsinálni, de akkor hogy nézem meg itt a kazettát? Malacka! Jaj, de jössz utánam! Vagy várj, lehet most kellene a fleres kezem? Félsz a fénytől? Hova lett? Elment a malac? Eltűnt? Akkor annyira azért nem félek tőle, lehet tényleg a flare az, ami ráijeszt. Na itt mi van? Csak legalább látok. Valami kis játszóházszerűség. Aaaaah! Mekkora nagy zsírkréták! Aha, ez nem tetszik neki, jó? Ezzel így vissza lehet őket lőni. Csak akkor itt tényleg figyelni kell arra, hogy a lövedékből legyen nekünk elég. Ó, ez tetszik, ez egyébként jó rész. Csak ott a kazettát, azt nem találtam meg. Ah! Ez egy kicsit zavar. Valahol itt van egy. Hányan vagytok még?
Honnan lentről is jön? Azt a mindenit! Hát ennyi ilyen kis állatka nincs is? Oh, ez olyanok, mint régen a Mekiben voltak ilyen izék. Amikben így lehetett menni előre, bujkálni. Aha, ez zsákutca. Ilyen csúszda volt mindig a végén. Milyen jó is volt, amikor még a Mekiben volt játszótér. Miért szűntek meg ezek a dolgok? Valószínűleg a Covid miatt amúgy. Vagy csak én nőttem föl és még mindig vannak. Csak már észre sem veszem. Az mondjuk még szomorúbb. Van amúgy még ilyen? Hát, ha valaki tudja. Nem az is ott zsákutca. Most már nagyon sikerült bejönnünk itt a mélyébe. Valahol itt hörög egy. Hol vagyok? És merre kell menned? El fogok itt tévedni. Ez nem egy jó játszóház. Te egy gomb. Valamelyik nagyon hörög. Hol hörögsz? És miért hörögsz? Én elmennék egy tüdőkivizsgálásra, hogyha ilyen hangot adnék ki. Hát ott van lent. A kis hörgős. Ezek a nagy piros gombok kellenek nekünk? Valószínű. Baj van, mert hogy nincsen most olyan sok töltényem. Vagy flerem. Új, veled mi történt? Szerintem itt lesz valahol az a másik gomb, amit meg kellene nyomni, vagy... Hol van? Ez az? Nem, ott van valahol. Aj, de morogtok. Hát itt le tudok ugrani, olyan nagy bajom nem lesz végül is. Így gyerekek is ugrálnak. Ki az most ott kapott áramot? És akkor itt kellene valahogy visszamenni. Milyen kis görcsök! De... Hát megnyomtam azt a gombot! Nem is az kell nekem! Lehet, itt van valami, amivel ezt nyomva tudom tartani. Oh! Úristen! Erre nem számítottam! Szóval valamivel ezt lenyomva kellene tartanunk. Vagy onnan középről, vagy lehet, hogy itt is lesz valamilyen kocka, vagy valami, amit rá tudok húzni. Igazából jobban körbe kellene itt nézni, csak olyan sötét van, meg annyira a szörnyekre figyel az ember, hogy nem egyszerű ám a feladat. De remélem azért nem fogjuk elbukni. Ha már idáig eljutottunk, szeretném tényleg végigjátszani a játékot. Az amúgy ott meg sem mozdul. Nem mondjuk ezt meg nem sikerült elijeszteni. Á, itt a kocka, amiről én beszéltem. Oké, oda valahogy fel kellene mennünk, nem tudok itt felhúzóckodni. Menjél csak vissza, kismalac. Agresszív kismalac. Hol van? Csak láttam az árnyékát. Hú, nem egyszerű. De akkor az a kocka kell nekünk onnan a föntről. Azt rádobjuk, és akkor szerintem már ott középen tovább tudunk jutni. Amúgy ez is itt tensz. Valahogy így az első 1-2 óra a játékból, mármint így vágatlanul, amennyit én játszottam, az valahogy nem volt ennyire nyomasztó. Kellett egy kis idő, amíg beindult a játék. Ami persze nem baj, hogy nem az elejétől a végéig nagyon ijesztő, de érdekes egyébként, hogy ezt így oldották meg. Na most már csak középen kellett... Áááá! Hülye nyúl! Remélem megijesztettük, nem jön utánunk. Valahol itt van egy! Hallom, hogy valahol itt van egy. Csak nem akarok össze-vissza lövöldözni, mert aztán meg, hogyha nem lesz lövedékem, és nem tudom őket elijeszteni, akkor meg az lesz a baj. Ne, itt mögöttem is van valahol egy, ugye? Ott van, igen. Ah! Na jó, most jónak kell ennek lennie. Nem, ez nem csinál semmit? Tényleg? Ezért aktiváltam? Mert hiába nyomkodom itt a gombokat, egyik se csinál semmit. Lehet ezen is állnom kellene, de nem hiszem. Mit kell akkor itt csinálnom? Azon az ajtón akarok én kimenni. Ez olyan, mintha amúgy kilőne minket. Nekem olyan érzésem van, bármikor akkor a plafonon landolnánk elég hamar, az nem biztos, hogy jó lenne, ha kilőne. Amúgy lehet, hogy bebugolt. Most az attól tartok. Lehet, hogy újra kellene töltenem ezt a részt. Kezdjük szerintem akkor a nehezebbel. Ez a kockás rész, ha minden igaz. Jó. És akkor visszamegyünk oda a bal oldalira. Jaj! Kis görcs, hogy ide jött? Na most kapnia kell mind a két oldal. Ó, várjál csak. Hát itt is van egy ilyen. Lehet, hogy mind a kettőre rá kellene húzni. Ó, lehet, hogy csak ezt rontottam el az előbb. Bár akkor meg miért világított nekem a kábel? Nem tudom, olyan furán van ez megoldva. Csak most kellene középre mennünk valahogy. Mert ezek ide megint izé begyűltek. Most. Ó, oké. Megmozdult. Mondtam, hogy itt történnie kell valaminek. Mondtam, éreztem. Ennek itt mozognia kell. Akkor mind a kettőnél volt olyan kis izé. Ó, és akkor most keresztbe tudunk menni. Oké, itt. És gondolom, akkor ezen az ajtón kellene tovább menni. Itt is lesznek még ilyen kis izék? Vagy már csak a röhög csillnek rajtam. Ennyire azért nem vagyok vicces. Vagy inkább rajtam nevettek, nem is velem.
Nincs számodra itt hely. Na hát köszönöm szépen ezt a kedves fogadtatást. Igazán jól esik. Kacsák! Mennyi kis kacsa van itt? Ó, ez egy medence. Ó, ez menő lehetett amúgy. Nem merem elrakni ezt a lövöldözős kezet. Ez itt mozgott? Vagy már csak a szemem káprázik? Azt a mindenit. Ez valami diliház, nem? Hú. Para! Szalab lehet, nem tudom minden elhúzni, nem? Pedig azt hittem, ez egy nyitható ajtó. Hát akkor viszont ez nem tudom, hogy ez a hely, ez itt mi lehet. Van-e itt bármi olyan, ami nekünk kellhet, vagy csak ide be lehet jönni? De ez már tényleg úgy néz ki, mint valami börtön, nem? Ez... Tugdíj! Te Poppy angyala vagy, azért, hogy megments minket. Nincs már semmit, amit meg lehetne menteni, itt már nincs. Ez már Katnap otthona. Milliónyi szem néz téged. Várnak rád, éhesek. És semmi másra nem vágynak, csak hogy bebújjanak a bőrüd alá. És hogy egy kicsit egyenek belőled. Mert annyira üresek belül. Az a valami Katnap. A prototípus az ő istene. És megszállottan követi az utasításait. A kis játékok pedig Katnapet követik, hogy elkerüljék a végzetüket. Próbáltunk harcolni. Én vagyok az utolsó Smiling Critter. Figyelj rám! El kell tűnnöd innen. Élned kell. Te is, Poppy, ezt meg tudjátok javítani. Véget érjen ez a rémálom. Ne, 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 ne! Ne, szegény! Fú, belemásztak! Szegény! Várjál, így elkap! Akkor annyira nem szegény. Jó, akkor tényleg el kell innen futnunk. Azt mondtam, hogy menjél! Jó! És most ez itt újra kezdődik. Itt fönt egyébként mi volt? Mert hogy ide föl nem jöttünk. Hát, ha esetleg itt is van valami lényeges, de... Nem, ez itt el van torlaszolva. Ó, de ott egy ajtó. Lehet, hogy majd erre tudok kijönni? Elképzelhető, hogy erre fogunk majd kergetőzni. Na, majd mindjárt meglátjuk. De a kezemet azért feltöltöm. Itt nem volt semmi kazetta vagy ilyesmi, ugye? Remélem nem hagytuk el. Egyet amúgy szerintem elhagytuk, amikor még nem tudtam, hogy ugye ezzel a kézzel el tudom ijeszteni a szörnyeket. Szóval bízok benne, hogy ezt nem kell újból meghallgatni. Ah, nem kell, jó. És itt hogyan fogok tovább jutni? Erre fele jön? Lehet, hogy ez befog alatta. Nem szakad be alatta. Akkor itt hogyan jutok tovább? Mert ez itt egyből bezáródik. Lehet, hogy rajta kellene állnom, nem mögötte? Hát nagyon bízok benne amúgy, hogy ez itt működni fog, mert ha nem, akkor nem tudom. Ó! Oh! Oké, ugranom kellett egyet. Most az egyszer örülök annak, hogy ez itt bezárult. Fejbe lőlek. A flare... Mi? Ne. Itt, erre! Ójaj! Ezek a zárt téren belüli üldözések amúgy nagyon-nagyon jól ráérez erre ez a játék. Tehát ez... Ne! És itt is vannak ilyen Smiling Critter-ök, még lőni is kell őket. Hú! Majd valahol le fog zárulni az ajtó. Viszont ez itt kinyílik. Jó. És akkor itt lesznek majd balra a Smiling Critter-ök. De szerintem... Nekem nem is arra kell mennem, de kérdés, hogy merre? Ne! Jaj! Hú! Még mindig jön? Ah! És most itt melyik csúszda kell nekem? A középső jó lesz vajon? Remélem, hogy ez itt jó. Szerintem itt még mindig jön. Nem jó kéz van nálam! Ah! Ez nagyon intenz volt, de nagyon-nagyon tetszett. Azt a mindenit. Tényleg azt érezi az ember ilyenkor, hogy követik. Ha, és most itt azt mondja Dogdé, hogy menj olyan gyorsan és olyan távolra, amilyenre csak tudsz. Aha. Szerintem itt ledobni nekik. Ajándékként, szuvenyírként. Na, nézzünk akkor körbe. Kis logika.
Most jön az a rész szerintem, amikor logikáznunk kell. Vagy lehet, hogy csak itt le kell csúsznunk. Csúszda! Na, fölkelünk? Hey, rendben vagy? Nem fáj semmi, nem veszítettél el egy testrészedet se. Örülök, hogy jól vagy. Nem szeretnék több barátot elveszíteni ezen a helyen. Látod a shrine-t? A catnap készítette a prototípus nap. Catnap még azelőtt, mielőtt átváltozott volna catnappé. Volt egy nagyon-nagyon súlyos sérülése. Majdnem meghalt, de úgy érzi, hogy a prototípus mentette meg az életét. Úgyhogy feladta összes szabadságát. Úgyhogy a catnap szemében a prototípus egy szuperhős. Úgy kezeli őt, mintha egy istenség lenne. Meg akar ölni mindenkit, aki az útjába áll. Megijesztett téged a shrine? Mielőtt azt gondolod, hogy az ijesztő volt, majd várja, míg látod a igazi dolgot. Jó, kaptunk egy új kulcsot. Ah. Jó. Kapunk most akkor egy új kulcsot, be kell mennünk egy irodába, és elmeteg ott lesz egy akkora generátor, ami megadja nekünk a szükséges naftát. El fog tőlem mindent venni, amivel meg tudom menteni magamat. És amikor a legsebezhetőbb vagyok, akkor fog megölni. Jó, sok sikert, beszélünk majd még. Remek, mert hogy ugye most bementünk az iskolába, illetve kijöttünk a Playhouse-ból. Ugye a shrine, amiről beszélt, az konkrétan az volt, hogy ott Dog Day-t így kifeszítették, és hát megölték. Úgyhogy azt ő a kis istenének, a prototípusnak építette sok szeretettel, mert megmentette az életét, milyen kis kedves, nem? Kapok kulcsot? Vagy nem ide jön a kulcsom? De most jött meg a kulcs. Ez pedig az irodához visz minket. Úgyhogy akkor oda kellene mennünk az irodához. És gondolom el fogja venni a kezeinket, mert hogy célzott arra, hogy akkor fog támadni, amikor a legsebezhetőbb vagyok, vagy meglátjuk, hogy amúgy ez mit is jelenthet pontosan. Biztos, hogy lesz ennek értelme, hogy ezt így külön kiemelte nekünk a játék. Most nekünk ez a Counselor's Office kell. Ugye voltunk már az otthonban, voltunk a suliban, voltunk a Playhouse-ban, ugye az iskolában menekültünk át a Playhouse-ba a barlangon keresztül. Igazából a Toy Store-ba szerintem még nem voltunk. Vagy lehet, hogy voltunk, az otthonból átmentünk volna oda is. Hát tudja a fene igazából, hogy ez most melyik volt végül is, de szerintem ott még nem voltunk. Na, a Counselor's Office az itt kell, hogy legyen balra tőlünk. Szóval ez az épület, amihez most kaptuk a kulcsot. Na jó, nézzük itt mik vannak. Ha itt irodák vannak, Candy Cat Snacks. Az ember már úgy megkívánná, csak aztán rájön, hogy ki tudja miből van. És itt most nem a cukortartalmától félek. Ennek viszont kellene megint áramellátás. Energiacellus. De ezek az ajtók nem nyílnak. Úgy majd megint izé lesz gáz. El ne felejtsük ezt fölvenni. Itt volt valahol egy energiacella, vagy hol van? Esküszöm, nem látom sehol se. Kamerák azok vannak. De itt valamit tölt nagyon a játék. Ott is kell, hogy legyen egy kis áramellátás. Á, várjál csak. Ott van bent. Jaj! Ezt jól eldugták. És akkor ide is kell egyet szereznünk. Ez vajon hol lehet? Tudja, ebbe a szobába van ez is elrejtve. Hát jól kivilágítok, aztán csak megtaláljuk. Itt valahol az asztal alatt nincs eldugva. Lehet, hogy ezt ki kell vennem innen, és úgy tudok tovább menni? Az mondjuk elképzelhető. Hát végül is működni működött. Ezeknek is kellene találni. Aztán az is lehet, hogy ugyanúgy csak azt az egyet kellene itt végig cipelgetnem. Mi ez a hang? Az mi volt? Bármi is volt, nem tetszett. Lehet, hogy az catnap. Ez ott mi? Lehet jobb, ha nem tudjuk meg. Ez az ajtó se nyílik. Ez pláne nem nyílik. Pedig amúgy lehet, hogy valahol itt lesz bent. Á, ott van! Aha, jó, megvan. Viszont én ezt első körbe ide raknám. Ott az annyira nem tetszett. Megint ki van írva, hogy futás.
Jaj, ezek a hosszú folyosók. Hogy eltévedjek, mindenhol csak hosszú folyosók vannak. Na itt mi van? Bánzó Benny. Mindenféle cuccok. Ebből túl sokat nem tudtunk meg. Viszont itt fel tudok húzóckodni. Most kérdés, hogy melyik irányba kellene mennünk. Hát erre szerintem nem tudok, úgyhogy abba az irányba kell, hogy menjünk. Szóval eldöntötte nekünk a játék. Innen oda kell átugranunk. Ne! Oh! Oké, így mentett el. Hogy itt amúgy simán le is pattanhattunk volna, nem kellett volna így egyből felkészülni. És most megint itt vagyok? Visszatértünk ebbe a bányába. Amit nem igazából értek, hogy ez itt miért van. De visszatértünk ide. Ja, itt lehet lefele is menni. Nézzünk akkor körre, mert ott a ugrálósat kellene szerintem valahogy aktiválnunk. De itt lent nem nagyon találtam semmit, ami nekünk hasznos lehet. Itt kint se volt. Oda viszont fel tudok húzóckodni. Ezeket kellene akkor valahogy aktiválnunk. De ezt nem fogja meg úgy. És azt ott. Ezt viszont már megfogja. És akkor így most már át tudok majd itt ugrani. Csak ha ezt elengedem, szerintem igen, tehát akkor a másik kezemmel kell ezt csinálnom. Jó, és akkor innen, oda, át tudnék ugrani. Áj, nem sikerült átugranom. Szerintem ezt ilyen hosszan nem fogja kibírni a kezem. De te hogy jutottam én oda föl? Várjunk csak. Ja, itt föl lehetett húzóckodni, jó. Szóval, most egy kicsit ügyesebben. Jó. És akkor innen kellene nekem tovább ugranom. Arra fele. Na, úgy lehet, hogy oda-vissza kell ugranom. Gondolom, ide kellene majd nekünk visszahozni az áramot. Úgyhogy azt megpróbálom azért. Innen oda-vissza, mert a kéznyom erre fele mutat. Szóval én azért gondolom, hogy ide kellene visszajönnünk, de nem tudok odáig elugrani. Szóval ennek itt mind a két áramforrásra szüksége van, mert ha megnézitek, ugye úgy ezek a jelek vannak rajtuk. Szóval átugrok oda. És ha ez is megvan, ide csak át kellett, hogy jöjjek, nem? Innen fogom meg esetleg. Így. Ó, így lehet, hogy el fogok odáig érni. Na mindjárt meglátjuk, remélem, hogy el fogok odáig érni. Összerakom én. Lehet ezzel a kézzel nem tudok felhúzóckodni. De fel tudok ezzel is húzóckodni, jó. Meg lesz. Ezt az oszlopot is tudom így aktiválni. És akkor most sikerült. Hú! Hát ez erős volt, mert ugye, hogyha innen húztam el, akkor az már túl hosszú volt neki, akkor nem tudtam volna ide visszahozni. Azért kellett egyébként ez a kis közjáték. Na de most ez mit csinált nekünk? Az itt a nagy kérdés. Azt lenne jó tudni, hogy ez itt most mit aktivált. Pontosan, mert ez a kéz ez továbbra sem működik. Bár talán itt most erre nincs is szükségem, vagy ezt... Hát ezt emelte föl nekünk, jó. Akkor itt most már keresztül tudok menni. És akkor most végre bejutok ide az irodába? Ez az a rész, ahol ott sétáltkednek? Vagy ez egy másik rész? Nehéz amúgy ezeket így eldönteni. Olyan sötét van, nem látok semmit. Milyen iroda ez? Ilyen sötétben nem lehet rendesen dolgozni se. Ez zárva, ide egy kulcsot kellene keresnem? Head of Playcare, Stella Graeber. Ha. Itt kell, hogy legyen egy kazetta, azt kellene akkor megkeresnünk. Még szerencsé, hogy itt ennyi minden van, de azért ezt elég könnyű volt. Na, mit mond nekünk, Stella? Oh, Mr. and Mrs. Hartman! Oh, Mr. és Mrs. Hartman! Jöjjenek csak be, üljenek le! How was your ride down? Milyen volt az utuk idefelé? Semmi olyan nem volt, amire ne számítottunk volna. Ez egy valódi, mágikus hely. Én is éreztem, amikor beléptem. Amikor belépsz és tudod, hogy soha nem akarsz innen elmenni. Igen, most arról beszélnek, hogy ez a legjobb ilyen orphanage. Szóval szeretnének örökbe fogadni. Talán tökéletes lenne maguk számára. Mi az? Úgy látszik, hogy van egy kis komplikáció. Zárva házból. Nem tudnak örökbe fogadni gyereket? Vagy nem tudják azt a gyereket örökbe fogadni, akért jöttek?
Nem igazából értem, azt írja a papír, hogy tesztelés alatt áll. Ez mit jelentene? Mondja meg nekünk, hogy ez mit jelent. Igen, ennél jobb magyarázatra van szükségünk, nem gondolja? Hogy nem tudja, hogy miről van szó? Nem tudom, sajnálom. Hát, akit örökbe akartak fogadni, azt elküldték tesztelésre. Milyen szerencsés. Nem, nagyon nem szerencsés. Valószínűleg ő már nem fog kijönni innen. Na jó. És ide csak ezért kellett eljönnöm, hogy ezt megtudjuk? Nem, szerintem itt tudok tovább menni. Á, a kulcs. Ezért jöttem ide. Mert hogy akkor ezzel a kulcssal ezt itt ki tudjuk nyitni. Ezt az ajtót. Jó. Haladunk itt befele. Az irodába. Az unikorn is már meghallgattuk, úgyhogy ezt most azért nem nyomkodtam meg. Itt bent esetleg van valami? Nem igazából látom, ez csak egy egyszerű iroda. Itt pedig folyik a víz. Szerintem csak simán fel kell itt húzóckodnunk. Csak mindig körbenézek, nehogy valami kimaradjon. Nem szeretném, hogyha kimaradna bármi is. Itt most mind a két irányban nem, arra nem lehet menni, jó? Hirtelen azt hittem, itt a lábom alatt meg nincsen talaj. Úgy tud jönni fog valami, ami bántani akar minket. Valamiért olyan érzésem van. Itt valami bántani akar majd minket. Ezek nem kihúzhatóak. Jó, hát meg kell nézni, na, meg kell nézni. Itt lepotty. És kifogytam a flareből. És innen hova? Oh, oké. Okay. Itt gáz van. Jó. Mármint szó szerint gáz van. De talán annyira nincs nagy gáz. Ó, ez az a szoba, ahova nem tudtunk bejönni. Viszont akkor azt onnan már el tudjuk venni. És akkor itt tovább tudunk jutni. Ugye ez volt az, ahol elsétált Catnap, gondolom. És akkor Lizának a szobájába, vagy irodájába is be tudunk jönni. Itt amúgy van bármi érdekes? Aha, áram kell ide. Most a zöld kézre lenne itt szükség. De ide kell vezetnünk az áramot. Meg kellene találnunk, hogy honnan jön. Hogy honnan tudnánk egy kicsit csorni áramot. Először is akkor szerintem keressük meg, mert így, hogy semmit nem látok, nem lesz egyszerű. Ezek az ajtók mind-mind zárva. De honnan szedjek én itt áramforrás? Van itt esetleg valami kulcs, vagy bármi? Á! Hú, de volt ez rejtve! Azt a mindenit. Na most ez így, hogy kapott áramot, nem lett jobb? Hát egy darabig kap csak áramot. Ez se egy végleges megoldás. Ezeket itt nem tudjuk kinyitni, tényleg sehogy se. De ez most kinyílt. Ha? Jó, ennek is kell akkor szerintem áram. Kap akkor ez is. Kap az is. És akkor még itt ezbe a szobába is tudja, hogy lesz egy, aminek kell áramot adnunk. Szuper! Viszont egy kis fény az kell nekünk. Szóval egyébként tök jó ebben a játékban, hogy nagyon jó kis logikai feladatok vannak benne. Te úgy megtornáztatja azért az ember agyát. Lehet sok minden miatt haragudni rá, de ez például egy tök jó elem benne. Jó, szerintem most mind a három ajtó kapott áramot. Úgyhogy itt ez kinyílt. Igen. És most itt keresztül tudok jönni, az már nem fog rám csapódni. Hoho! Itt a kedvenc részünk. Azt a mindenit. Jó. Valamit pittyeg nagyon. Kellene akkor ezt kilogikázni, ez hogyan működik. Ez így oda megy. De gondolom, ennek inkább oda kellene mennie. Ezt így elhúzzuk. Igen, ez most elmegy odáig. Az oda föl. És akkor most ott kap áramot. Itt most ezzel fel tudok itt ugrani. Akkor ezek már azért be voltak állítva. Már ha fel tudok odaugrani. Á, kézről kézre kell. Ne. Jó, oké, sikerült. És akkor ide kellene ilyen energiacellákat hoznunk megint. Az ott szerintem az kellene, hogy legyen, nem? Ő, de nehéz ez. Miért ilyen nehéz ez? Még be van csomagolva. Szét kellene ezt törnünk? Vagy be lehet ezt így is dugni? Lehet, hogy ezt szét kell törni. Ezzel szerintem nem tudok ugrálni, nem? Várjál csak, húzzuk le. Nem tudja, ami üvegben lenne, azért gondolom, hogy esetleg. Aha, szét kellett törni. Ez még zsírúj, ezt még senki nem használta. Ugye azt nézem, hogy ott is van egy ilyen kéz. Szóval lehet amúgy így egyszerűbb lett volna. Oda be!
Kicsit több fény is lehetne ilyenkor. Viszont leveszem ezt a gázmaszkot, mert borzasztó hangja van. És akkor kellene még valahol találnunk egy ilyen energiacellát. Várjunk csak! Aha, ezt most itt meg tudtuk húzni, ezt a kart. Ezzel nem tudom, hogy miért lett nekünk sokkal jobb, de tudom, hogy majd itt kell tovább menni. Nem tetszik ez a hang. Ó, lehet, hogy először ide kellett volna az az energiacella. Valószínűleg igen, ezt észre sem vettem, ezt az ajtót. És gondolom, akkor ott lesz bent a másik. Ja, hogy amúgy ez meg így működik. Ah. Kicsit túl bonyolítottam itt az ugrálást. Ennél azért egyszerűbb volt. Igen, itt a másik. De ezt honnan fogom én ledobni? Ugyanúgy fel kellene oda cipelnem. Na, két kézzel. Innen a legmagasabb pontról. Nem tudom mondani a legmagasabb pontról. Vagy itt, hogyha leugrok vele. Új! Ó, ez a széttört! Sose örültem még valaminek, hogy széttört ennyire. Hű! Oda egyet, úgyné. Egyet oda. Azt onnan kicsorjuk. Ki tudom minden csorni? Mondta, hogy el tudom minden csorni. Nem, nem érem el. Fenébe is. Nagyon nem lustrálkodunk. Megcsináljuk, hogyha már így elkezdtük. Hát kíváncsi vagyok amúgy, hogy mennyire hosszú ez a játék, mert most már nagyon-nagyon régóta. És egy ilyen 4,5 óránál tartok. Jó. Lehet most kellene visszaállítani, hogy az menjen. Állítsuk le ezt egy pillanatra. Ezt a csodát. Mert hogy ezt is tudjuk ám itt forgatni. És ezzel eddig semmi dolgunk nem volt. Viszont oda be tudjuk állítani. És ezt lehet, hogy akkor kellett volna csinálnom, amikor ott fönt vagyok. Mert hogy így viszont most azokat ott nem fogja nekem aktiválni, amik a dobbantók. Ha most fölmegyünk, onnan deaktiváljuk, és a fönti részről állítjuk át. És akkor remélhetőleg kap áramot az ajtó. Most elvesszük tőle az áramot. Mondta, hogy elérem. Jó. És akkor most kellene azt ott átállítanunk. Úgy, hogy oda küldje. És ha meghúzom, akkor egy kicsit másképp, de ugyanúgy ide küldi nekünk az áramot. És voilà! Hú! Nézzétek el azért, ennyi játék után már az ember agya nem úgy forog. Mi ez a zene? Kezdek meggágyulni, érzem. Itt a vörös füst van. Aha, ez a vörös füst. Itt megy a szellőzőbe, rendesen ám. Na de most hol vagyok? Lejjebb tudok menni, vagy nem? Beragadtam valahova? Na ezt itt kiszedni nem tudom. Azt nem mondta, hogy örökre itt ragadtam ezzel a zenével. Hol vagyok? Végig tapogatok én itt mindent. Ó! Ó! Ez eddig is itt volt? Kezdem teljesen elveszíteni itt az épp elmémet tényleg. Ez az ajtó zárva, ez viszont nyitva van. Remélhetőleg itt megtaláljuk azt, amit keresünk. De nem, mert itt sincsen ilyen energiaellátásunk. Az itt van bent, jó. Ugye nem kell széttörni. Azt a mindenit! Jó, ide megijedtem! Ez nagyon para volt. És ennek meg kellett történnie? Keresd meg a virágot. Keresd meg a virágot. Ez egy olyan hely, ahonnan nem tudsz visszajönni. Mi történik? Egyre betegebb ez a történet. Van ötleted arra, hogy mit csinálsz? Nem tudok mozogni! Ez nagyon nyomasztó, nem tudok mozogni. Hogy találjam meg így a virágot, hogyha nem tudok mozogni? Mi történik? Tudod, hogy mi történt itt? Nem, de meg szeretném tudni most már. Remélem, megtudjuk. Azért sok-sok kérdést felvetett az, amit eddig láttunk. Így nézett ki. Szeretnéd tudni, hogy mik voltunk egyszer?
Hú, a Smiling Creatures-ok voltak a gyerekek, akiken teszteltek? A prototípus meg lehet, hogy a cégnek a vezetője? Erre kíváncsi vagyok. Látod, hogy miért kell ennek véget vetnünk? Szerintem igen. Itt voltak a Smiling Creatures-ök is. Para. Ugyanúgy ez a vörös köd. Tudod egyáltalán, hogy mi az igaz? A valóság? Meg tudod még különböztetni a álomvilágtól? És ilyen random hágyúvági. Jó, oké, muszáj volt belerakni. Bár ebben a részben sokat nem szerepel, de muszáj volt belerakni. Nem tudod. Most akkor mégse bízzak meg Poppyba? Vagy most akkor mi van? Valakik itt nagyon kiabálnak. Aha. Mi van itt? Mi az? Úristen, egy hatalmas nagy kéz, de ilyen fémes kéz. Ez mi volt? Ez lenne a prototípus? Itt van Catnap, azt mondja, hagyjam el ezt a helyet, vagy értem jön. Jó, nem szeretném, hogy értem, gyere, elhagyom én magamtól is. Ne aggódj! De ezért jöttem, nem? Nem raktuk be? Vagy amikor ezt fölvettem, akkor történtek ezek a hallucinációk? Körbenézünk azért, hát van itt még energiaellátás, de nem. Akkor nem nézünk körbe. Félek. Kinyílt itt egy ajtó. Ó, várjál, hát... Kijöttünk innen, de így nem lett energiánk. Something's gone wrong. Grab the cord from the counselor's office and plug it in underneath the statue. We need to reach 100%. Jó, 100%-ot kell elérnünk, vigyem az áramot gyorsan. De valami baj volt, azt mondta. Hát igen, nem tetszett nekem se, hogy Catnap azt mondta, hogy el akar engem kapni. Nekem se jött be ez a tény. Na, bedugjuk ide. Valahova. Hova dughatom? Oda dughatom, jó? 96%. De a Playhouse az továbbra is. X-es. Kaptam még egy kulcsot? A Skydome Key. Van itt még egy kulcsunk. Hát fölmegyek, aztán megnézzük, mi történik, ha kijövök innen. Valaminek gondolom történnie kellene. De megint lekapcsolták itt a fényeket, meg az áramot. Ó, lehet, hogy megint oda föl kell mennem. Ó, azért mondta, hogy keressem meg a virágot. Itt lesz a maradék pár százalék? Lehet, hogy ez kell nekünk. Csak a másik irányba kellene menni, hát nem baj. Nem én lennék, ha nem tévednék el. Jó, ez elég kell, hogy legyen. Jó, és akkor ezt a hatalmas nagy elemet kell elvinnünk. Ugye oda, ahol a gáz képződés megy, az pedig itt erre volt. De valahogy úgy érzem, hogy nem lesz ám ez annyira egyszerű, mint ahogy mi azt elterveztük. Tudok visszajönni. Akkor emlékeztem én, hogy valamit lesz. És hát nagyon-nagyon rég jártunk már itt. Ugye még továbbra is az lenne a feladat, hogy a jobb oldalról a bal oldalra átvigyük a vörös gázt. Most nincsen semmi energia. Ne! Húzd fel a maszkot! Húzd fel a maszkot! Miért nem húzza fel a maszkot? Hova megyek? Mi ez? Hogy néz ki? Jaj, nagyon csúnya! Pedig itt most tud, hogy el kéne előle menekülni? Na hát az biztos nem lesz jó taktika, amit az előbb csináltam, hogy bebújtam a hordok mögé, úgyhogy... Nem tudom, hogy olyan fogunk elmenekülni! Kicsit félek, hogy nem fog sikerülni, de ettől függetlenül azért csak végig játsszuk a játékot, hogyha már idáig eljutottunk. Lehet érdemes lenne itt körbenézni. Még mielőtt itt belekezdenénk. Itt van egy nagy piros gomb. Ott is van egy gomb. Jó. Oké. Lehet, hogy egyébként akkor ebbe a liftbe kellene beszállnunk, mert azt nézem, hogy talán ez köti össze azzal a kékkel. Más menekülési útvonalat én nem látok.
Jó, jó. Várjál, 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 eldobtuk ezt, ez kell nekünk szerintem. Vagy nem, nem kell? Hova lett az a lift? Az előbb itt volt. Ne! Nem az! Oh! De... Hova lett a lift? Az előbb ott volt. Hol volt az a lift? Itt egyből. De akkor hogy nem találtam meg? Én ezt nem értem. Jó, visszük, visszük, visszük. Még lehet lesz is rá időm. Ne viccelj. Gyere velem! Ne! Ne! Jó! Ha! Menjünk! Viszem magammal! Ne bánts, ne bánts, ne bánts, ne bánts, ne bánts, ne bánts. Jaj, de para! Úristen, ahogy ez itt jön. Na jó, azért ezt tényleg elég ijesztőre megcsinálták. Azért ezt tényleg elég ijesztő lett. Tovább jutottunk, volt mentés. Innentől kezdve már tudni, hogy nem kell megint áramot hoznom. És ez is nálam van, szóval olyan nagy baj nem lehet. És te jó ég, mi a fene van itt? Catnap is coming, be ready. Catnap jön, készüljek fel. Yeah! Ezt ide nem tudjuk bedugni? Mi van ide írva? Ez a szoba meg tud téged védeni, mert ez egy biztonsági szoba volt régen. Ezeket hova dugdossam be? Elmentek a flerrel, látom, hogy mi az, ami valós, és mi az, ami nem. Itt van még egy. Abba van, abba van. Ezt ide kell bedugni? Aha. Most ott is füst van. Így lehet, hogy akkor ezzel védem meg magamat Catnaptől, ezzel a füsttel? Oda föl is föl tudnék ugrani. Ja, megnézzük, hogy mi van odafönt. Nem gondoltam volna még, hogy a kergetőzés után lesznek ilyen logikai feladatok. De oda nem tudom magamat fölhúzni. Lehet, erre kellene eljönnöm. Azt mondta, a flare segít abban, hogy lássam, mi valós és mi nem az. Ezt nem tudom, mire értette pontosan. Inkább csak látok a flare-nek a segítségével. Ó, lehet, hogy a kazettára gondolt? Kell, hogy legyen valahol még szerintem egy kazetta. Á, itt van! Az orrom előtt volt amúgy a kazetta, tök jó. Log code 24459. Igen, a prototípusról beszélnek most itt. Az 1600-as kísérletről. The prototype. Stubborn as he is, nagyon-nagyon makacs. Silent with each passing session. I'm still és nagyon-nagyon néma. Semmi új adatot nem sikerült belőle kinyerni, de az új felfedezés. End of log. Ennyi. Ready to talk now, are you? Most már beszélsz? I possess a question. Egy kérdés kellene. Mondjad? Érzel egyáltalán bármit is? Ezt mire is szeretnéd pontosan érteni? Összeragasztasz minket, ütögetsz minket. Érzed ezt az egészet? Tehát, hogy ez az ő titka. Felvágom, elégetem, és egyre-egyre közelebb kerülök. Beszélj, harcolj, vagy add fel. De minden nap tanulok rólad valami újat. És ez nagyon izgalmas. Köszönöm. Te megköszönöd ezt nekem? Igen. Én is tanulok valami újat minden egyes nap. Hát jó. Na, akkor nézzük meg, hogy itt mit kellene csinálni. Ott van még egy ilyen dobbantó. Nézzétek csak. Há, ide kellett jönnöm. És innen kellene elhoznom az áramot? Most itt a zöld kéz kell. Oké. Ez kap áramot. Ennek is adunk áramot. Hú, ez mi a fene, ami most itt jön? Viszont ezeknek ennyi volt? Az csak odáig tartott. És innen még tovább tudok majd ugrani, vagy csak vissza tudok innen ugrani, hogyha leesek? Szerintem csak vissza tudok innen ugrani. Lehet, hogy akkor ennek is kell adni. Ennek is kell adni. Akkor megpróbálom még ott a konzolnál lévőt is. De azt nem érdekli annyira.
Lehet akkor ez most itt nem is kell. Ó, várjál! Mi az, hogy hátralévő idő? Ott van catnap, és ez nem tetszik. Túl kell most itt élnem? Hát remélem, itt biztonságban leszek. Nem úgy szerintem... Itt most mindennek energiát kellene adni ennyi időn belül. És ez nagyon-nagyon nem tetszik. Várjál, most már ott el tudom húzni? Nem. Ó! Oh! Ott jön! Nem jó! Azt azért csak magamhoz veszem, hát ha kell még. Nem tudom, hogy mi lesz, hogyha lejár az idő. Ez a hang, ez nagyon nem nyugtat. Jaj! Hát valószínűleg nem elbújnom kellett volna akkor 3 percig. Gondolom, túl kell élnünk. Úgyhogy próbáljuk meg újból azt, amit az előbb elkezdtünk. Ezeket ide szépen berakosgatom. Hát, hogy most melyikből húzzuk ki? Ez egy nagyon jó kérdés. Ha ezt kihúzom, mi történik? Igazából olyan nagy tragédia nem. Úgyhogy szerintem én az elsőt azt onnan szedném ki. És ugye jön catnap. Most azon gondolkozok, hogy vajon a flare előtt el tudom-e ijeszteni. Vagy hogy mit kellene vele csinálni? Most pedig nem erre jött. Az előbb erre indult meg, de most erre jön. Mert több helyről hallom. Lehet több catnap van? Mert az viszont baj. Mintha innen is hallanak. Ah! Több helyen is van. Várj, akkor lehet erre gondolni, hogy a flare mutatja meg, hogy melyik az igazi? Igen! Please insert a new battery. Ujjaj! Az az igazi! Az az igazi! Csak hogy védem meg magam? Ne! Elkapott. Hogy védem meg attól magamat? Értem már, hogy mire értette azt, hogy majd a flare mutatja meg, hogy melyik a valós. Lehet, hogy a gázokat kellene úgy irányítani rá. Ezt ide berakom, itt füstöl. De itt ezt az oldalt nem nagyon tudom szerintem lezárni. Rá fogunk jönni, hogy hogy működik. De érzem amúgy, hogy nem lesz szám ez egyszerű. Azt úgy oda beraktuk. Szerintem ezt el tudjuk húzni. Jó, oké. De ez itt visszahúzza magát. Nekem igazából elég, hogyha ezt innen kihozzuk. De lehet, hogy el tudom füstölni itt ezt az oldalt. Azzal az árammal. Na nézzük ezt meg mielőtt. Igen, 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 igen. Ja, pont mondani akartam, hogy erre pont lesz időm. Hű, ez nehezebb, mint gondoltam. Szóval ezt a két ajtót, ezt onnan tudom füstölni, meg innen tudom füstölni. Mind a kettőhöz vagy dobbantanom kell, vagy ezt az ajtót kinyitnom. Jó, hát elméletben könnyű, gyakorlatban pedig nem lesz az, mert folyamatosan váltogatnom kell a kezeket is. Az ott az igazi catnap. Az biztos. Az ott most nem az igazi. De akkor honnan jön az igazi? Ezt a két oldalt kell figyelnem. Az kamu. Mert szerintem innen nem tud rám támadni, ameddig itt jön a füst. Most az ott az igazi volt. De nem erre jön. Az is az igazi. És akkor melyikeket vehetem ki? Ezeket vehetem ki. Jó. Oké, megvan. A füst az még tart itt, ugye? Ezeken az oldalakon. Az ott az igazi catnap. Úristen, ez borzasztó. Ez... Mi történik? Á! Onnan is jöhet? Ne csináld! És úgy ver a szívem, hogy el nem tudjátok képzelni. Nagyon-nagyon izgulok. Valami... Megint itt jön! Ne! Húzd már le! De most on... De miért nem húzza le! Jó, megint egy új battery kell. Ezeket húzhatom ki, ugye azt beszéltük. Az úgy... Hova megy? Ide megy! Ne! Úristen! Honnan jön? Ne onnan fentről! Már majd csak egyet kellene kihúznunk.
ez nagyon-nagyon frusztrál. Úr, nagyon-nagyon nem bírom. Nekem ez most túl sok! Oké. És ez az igazi, ami ott jön. De honnan fogom az utolsó betörit elvenni? Valahonnan onnan kell, oldalról. Megy ez még 50 szeket, még túl kellene élnem, 50 másodpercet. Kell neki az utolsó. Hát kivesszük ezt, remélem jól döntöttem. Nagyon-nagyon remélem, hogy jól döntöttem, hogy azt húztam ki. Még 30 másodpercet kellene túlélnem. De honnan jött? Úristen. És az egészet megint az elejéről kell? Bent van már a harmadik. Szóval ami egyébként szerintem hiányzik ebből a játékból, az a könnyűségi szintállítás. Én bevállalom, hogy easy-n viszem ki a játékot csak a sztoria miatt. De ez a rész nagyon-nagyon nehéz. Tehát most viccen kívül skacok, mert több mint egy órája próbálkozok megölni Catnapet, vagy túljárni az agyán, vagy én már nem tudom, hogy mit csinálunk vele. Befordul, nem fordul. De hogy mindenhol járkál, mindenhonnan jöhet, és hogy így az utolsó vévig sikerül mindig csak eljutnom, ez azért nagyon-nagyon frusztráló. Honnan tudom egyáltalán kivenni? Már nem is tudom, látod? Erről beszélek. Egyszerűen már figyelni alig bírok, mert nagyon-nagyon szeretném végigjátszani, de itt szokottam úgy valahonnan csak úgy random elkapni, nem tudom honnan. Pedig figyelem az összes ajtót. Nagyon-nagyon kevés van már csak hátra. Fönt is figyeljük. Jó. Oldalról is figyeljük. Onnan is jöhet. Úristen, 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 14 másodperc! És itt kezdek el egyébként úgy izgulni, hogy már azt sem tudom, hogy melyik gombom van a kezem. Csak bízok abba, hogy nem fog megtámadni minket. Kettő! Egy! Mi az, mi az, mi az? Ah! Ah! Ne! Mérek nektek egy pulzus, jó? Csak hogy lássátok. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Nem tudom mennyire látszik. Várjatok. 150. És a prototípus. Amúgy a lényegről lemaradunk. A prototípus elviszi Catnapet. Benyúlt érte. Hú. Hát elveszítettük a kezemet. A zöld kezemet. Amivel pont az áramot tudnánk vinni. Remélem, hogy itt volt checkpoint, mert ha nem, akkor én kiléptem, soha többet el sem indítom ezt a játékot. De most hova menjek? Mit csináljak? Valószínűleg vissza kell mennem. Ha már eddig valaki folyamatosan segített nekem, most is segíthetne, hogy amúgy most mi lenne a feladatom. Mert az adrenalin az úgy jelentett, hogy azt se tudom, mi történt körülöttem. Mi más lenne itt a feladat? Ó, várjál csak! Annyira sötét van, hogy nem lehet látni rendesen. Tök jó! Na! Viszont a betörim az eltűnt. Úgy látszik, az amúgy is ott maradt volna, hiába hozom el. Pedig én még erre időt fetszöltem. Nekem ebbe időm és energiám volt. Na, izgalomból most kijárt. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt dugjuk be. Mondom, oda dugjuk be. Na, nem dugjuk be? Na, azért... No signal. Nincsen fogkrém. Kell, hogy legyen valahol szerintem még ilyen kis zöld betöri. Mert ebbe szerintem nincsen. De hát, ha egyébként ez is csinál valamit. Jó. Indítsuk akkor újra. Ú, de rég hallottam már ezt a tüt. Jó, megint beindult a számítógép. És akkor áttöltődik a bal oldaliba. Ugye ez volt a feladatunk még a játék legelején. Nem tudom hány órával ezelőtt. És eltűnt a gáz.
Ez jó, hogy eltűnt a gáz, gondolom. Poppy, remélem megdicsérsz. Egy kis buksi simit azért csak érdemlek, nem? Vagy egy bálveregetést ezért, hogy ezt mind megcsináltam. Vagy ide kellene nekem bejönnöm? De jó, hogy itt vagy. És megint megcsináltad megint a lehetetlent. Hát ez most tényleg az volt? Tudtam, hogy képes vagy rá. Catnap eltűnt. Igen, a vörös füst is. Minden kezd a helyére állni. Hála neked. Igen, de meg kell, hogy tudd a valódi igazságot. Azért jöttél vissza, mert itt dolgoztak a munkatársaid. Szeretnéd tudni, hogy mi történt és miért? Igen, ez a te válaszod. Úgy hívtuk, hogy a élmény órája. Berakott valami kazettát. Ezt hol fogom látni? Háó, Poppy? Ja, itt, jó. Oké, itt a tévé. Na nézzük, mi történt. Te elszabadult a hágivági. Kergette az embereket. És igazából mindenki elmenekült, hogyha jól látom. Meg valami felszippantotta őket? Vagy mi történik itt? Leestek. Nem, hogyha nem tudnák önmagukat irányítani ezek az emberek, nem? Hát nehéz amúgy ezen kiigazodni. Jó, abból a tanárnőből jó sok volt, Tanci néni. Abból pedig egy is elég volt, mert elég ijesztő volt úgy önmagában is. Boxibú. Tényleg őt is ugye lehet ismerni, van a Project Playtime játék. Abból is amúgy csináltunk videót még, amikor megjelent, hogyha esetleg azt nem láttátok. Nagyon nehéz kivenni amúgy ebből a szemcsés képből, hogy itt most mi a fene történik. Ott a virág, ugye a pipacs. Ez mind történt? Tényleg? Nem akarod nekem elmagyarázni, úgyhogy ténylegesen mi történt? Emlékszek mindenre. Olyan nagyon sokáig tartott. Agonizálóan sokáig. Próbáltak elbújni, próbáltak elfutni. Bármit megtenni, hogy életben maradjanak. Emlékszem arra, hogy sírtak. Mi történik? Miért történik ez? Mik azok a lények? Igazából értelmetlen mészárlás volt az egész. Megöltek mindenkit. Az ártatlanokat, azokat, akik bűnösek voltak, nem volt lényege. De ez a sok halál nem csinált semmit. Nem lett jobb tőle a világ. Aztán, amikor mindennek vége volt, ide lehozták a holttesteket, és ők megették a testeket azért, hogy életben maradjanak. A prototípusnak meg kell halnia ezért, mindenért. Hát, az kemény. Na, milyen kis cuki, nem? Milyen aranyos! Azt mondja, hogyha leértünk, akkor felküldjük neked a liftet. Itt tudok bejönni, jó? Álljam meg, amúgy hogy mosolyog, tök cuki. Szia! All right. Once we hit the ground, we need to be cautious. Valami van lent, azt mondta, hogy nagyon óvatosnak kell lenni. Micsoda? Mi történik? Ez... Ne! Jövünk! Csak tarts ki! Gyerünk, menjünk gyorsabban! Most megyünk fölfele is. Megtámadták Kissit is. Hát ez kemény volt. Kemény és hosszú. Mármint... Mindegy. Skacok! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Remélem tetszett nektek ez a kaland. Hát az biztos, hogy nem volt egy rövid videó, viszont úgy voltam vele, hogy legyen már akkor így egybe az egész. Élveztétek, csapassatok rá egy lájkot,
és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a videó végéig. Halihó, sziasztok!